Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Trója pusztulását követően rendszerint annak kellett volna történni, hogy a görögök, mint akik jól végezték a dolgukat, egészen egyszerűen hajóra szállnak és épségben hazatérnek. Ez feletté unalmasan hangzik, szóval kellett egy kis kaland. Férfiúról szólj nékem múzsa, ki sokfele bolyongott, s hosszan hányódott, földulván Szentfalú Tróját, sok nép városait, s eszejárását kitanulta, s tengeren is sok erős gyötrelmet tűrt a szívében, menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét. Csak hogy nem tarthatta meg őket, akárhogy akarta, mert önnöm buta vétkeikért odavesztek a társak, balgák, fölfalták Hyperion Éliosznak barmait, és hazatértük napját ő elorozta. Istennő, Zeus lánya, beszélj mi nekünk is ezekből! Homérosz mindkét műve azzal kezdődik, hogy a történet elbeszélésére felkéri a múzsákat. Kik azok a múzsák? Nagyon tömören a görög kultúra védelmezői. Ők felelnek a költészet, a zene és a különféle képzőművészetek tökéletességéért. A létszámuk 9, és megdöbbentő, de mindannyian Zeus lányai. Az Iliász fő fókuszpontja a jövő, tehát az, ami majd meg fog történni. Az Odüsszei a fő fókuszpontja a múlt, vagyis az, ami már megtörtént. Nagyon fontos már a legelején leszögezni, hogy ez nem egy lineáris történet. Magyarán majd a 9. énekben tudjuk meg azt, hogy mi történt az első előtt. Tehát, Trója pusztulását követően Odüsszeusz nem csak hogy nem tért haza, de az isteneken, illetve a tenger igazszavú vénén kívül senki nem tudta, hogy mi történt vele. Ezen kívül a görögök nagy királyát, Agamemnont a saját palotájában meggyilkolta a felesége és annak szeretője. Achilleusz, a görögök legnagyobb hőse, úgy szintén meghalt. Agamemnon és Achilleusz nagyon fontosak, ugyanis habár halottak, Odüsszeusz a későbbiekben találkozni fog velük. Az Odüsszeia azzal kezdődik, hogy az istenek tanácskoznak. A tanácskozás végeredménye az lett, hogy Odüsszeusznak megkegyelmeznek, és immáron hazatérhet. Mégis honnan? Majd kiderül. Az istenek tanácskozását követően az történik, hogy Athéné elmegy Itakába, felkeresi Odüsszeusz fiát, bizonyos Télemachoszt, és a következőket mondja. S most neked én kijelentem a jó szót, mit kebelembe vetnek az égi lakók, s amiről hiszem is, hogy igaz lesz, bár jós nem vagyok, és madarakhoz nem sokat értek. Nem marad ő már hosszan a hőn szeretett Honiföldtől messze, de még úgy sem, ha kemény vasnyűge nyűgözné. Majd kitalálja, hogyan jöjjön haza, hisz leleményes. Téged meg nagyon intlek, hogyha hajolsz a szavamra. Küld el a kérőket, hogy oszoljanak otthonaikba. Védj 20 evezős bárkát, de a legkitűnőbbet. S menj, tudakold jöttét rég elment édesapádnak. Menj Pyloszig legelőbb, s kérd ott meg az isteni Nesztort. Majd azután Spártában a szőkehajú Menelaoszt, mert ércinges akhályok közt ő jött meg utolszor. Így szólt, s útnak eredt a bagolyszemű Pallas Athéné. Elkiröpült, valamint a madár, s a fiú kebelébe merszett, erőt helyezett, s emlékébe az apját még inkább fölidézte. Athéné szavaiból megtudtuk, hogy Odüsszeusz házában kérők vannak. Ugyanis az történt, hogy mivel Odüsszeuszt mindenki halottnak gondolta, az összes létező uracska, illetve szomszédos király vágyott a feleségére. Odüsszeusz feleségét úgy hívták, hogy Penelope. Vele kapcsolatban egy nagyon lényeges dolgot érdemes fejben tartani. 20 évig várta a férjét. Az Odüsszeiát fel lehet bontani 3 részre. Az egyik rész értelemszerűen arról szól, hogy Odüsszeusz elmeséli a kalandjait. Azonban Odüsszeusz konkrét kalandjainak terjedelme az a 24 énekből mindösszesen durván 5. Mégis miről szól a maradék 19? Az első fele az idézőjeles feltámadás. Mint említettem, egy-két ember kivételével Odüsszeuszt mindenki halottnak gondolja. A mű másik felének mondani valója az emberi faj egyik legősibb tulajdonsága, a bosszú. Eddig annyit tudunk, hogy a kérők ott vannak a házában, és el akarják venni a feleségét. Ezen kívül a kérők minden vagyonát megeszik, vagy eredeti fogalmazásban felzabálják, illetőleg megalázzák a fiát. Nem mi vagyunk az akháj kérők okozói bajodnak, ám de az édesanyád egyedül, mivel oly nagyon elmés.
Mert hisz a harmadik év telt el, s tova már negyedik fut, s ő az akály keblekben a lelket rászedi folyton. Mindenkit hiteget, s ígérget, mindegyikünkhöz küldöncöt küldöz, de a szándék más a szívében. Termőlébe szövőszékét állítva, e roppant széken hosszú finom vásznat szőtt, s mondta minékünk. Kérőim, nemes ifjak, a hős Odysseus oda van már, mégse siettessétek a nászom, amíg csak a leplet nem fejezem be. Szövött vásznam, hogy kárba ne vesszem, szemfödeléül Laertész hősnek, mikor őt majd hosszúra nyújtó végveszedelmes sorsa eléri. Megbotránkozván az akhály nők azt ne beszéljék, hogy ki sokat szerzett, most nem jut leple a sírban. Tehát Penelope azt mondta, hogy majd akkor megy ismételten férjhez, ha befejezte a leplet. Igen ám, csak a félkész leplet minden este szétbontotta. A probléma az volt, hogy az egyik szolgáló lánya ezt megtudta, és elmondta a kérőknek. Odysseus hűséges és egyben hűtlen szolgálóinak a sorsa megvan pecsételve. Athéné szavait megfogadván, Télemachosz eképpen beszélt. Elmegyek én innen Spártába, Pülosz fövényére, régen lévő édesapám jöttét tudakolni. Hát, ha egy ember mond valamit, vagy hallom a hangját Zeusnak, mert a halandók közt ez hordja a nagy hírt. És ha talán hallom, hogy apám él és hazakészül, bármint törlődöm, kerek évig tűrni fogok még. Ám de ha azt hallom, hogy meghalt, s nincsen apám már, akkor megtérvén szeretett földjére hazámnak, anyámat férjhez adom majd. Télemachosz szerencséjére ismételten megjelenik Athéné, és közli vele, hogy ne essen kétségbe, ugyanis majd ő felfogad neki 20 önkéntest, ezen kívül pedig ő maga is vele fog hajózni. Viszont még mielőtt ez megtörténhetne, Télemachosznak teljesítenie kellett egy feladatot. Pusztán annyit, hogy menjen el az éléskamrába, és csomagoljon maguknak útravalót. Igen ám, csak hogy Odysseus kamrája előtt éjjel-nappal volt egy hölgy, Télemachosz egykori dajkája, akit úgy hívtak, hogy Eurykleia. És te magad tud csak, mindez gyorsan legyen együtt. Késő este jövök majd érte, ha édesanyám már fölmegy a hálójába, s az alvás jár az eszében. Elmegyek én, tudd meg, Spártába, Pülosz fövényére. Kedves apám hazatérte felől híreket tudakolni. Bátran anyó, miután nincs Isten nélküle szándék. Tégy nekem esküt, hogy nem mondod el édesanyámnak, csak miután 11 néhány nap már tova illant, vagy vágyódva reám meghallja, hogy útnak eredtem. Arca finom bőrét zokogással, hogy ne gyötörje. Mindeközben Athéné elkezd tevékenykedni, felveszi Télemachosz alakját, és az ő képében keres maguknak 20 önkéntest. Mivel az utazásnak lehetőleg titokban kellett megtörténni, Athéné a ház teljes lakosságát álomba ejti. Télemachosz felszállt a hajóra, előtte Athéné ment, s a hajótatjára leült. Jó szelet is küldött számukra bagolyszemű Pallasz, jól fúvó Zephyroszt. Éjszínű fürge hajó mindent jól helyre kötözvén, állítottak itallal színig telt keverőket, s így áldoztak a nem múló örök égi lakóknak, és a bagolyszemű Zeus lánynak mindaközt a leginkább. Télemachoszék megérkeznek Püloszba. Püloszban van egy úriember, akivel az Iliászban már találkoztunk, bizonyos Nesztor. Ő a görögök egyik bölcse, illetve az a férfi, akinek az alakjában Zeus álmot küldött Agamemnonnak. Télemachosz eképpen beszélt. Hozzá hogyan is közeledjem? Mert az okosszavú szónoklás még nem tudományom, s ifjúnak aggott kérdezgetnie tiltja a szégyen. Mondta az istennő ismét, a bagolyszemű Pallasz. Télemachosz, lesz, mit te magad tervelsz ki eszedben, s lesz, mit az istenség súg meg. Mert nem hiszem én, hogy istenek óhaja ellen lettél, vagy növekedtél. A vendégeket hatalmas lakomával fogadják, áldoznak az isteneknek, majd Télemachosz könyörög Nesztornak, hogy ha tud valamit az apjáról, akkor mondja el neki. A görög bölcs eképpen felelt. Esztendőt 5-öt is, 6-ot is tölthetsz te közöttünk, kérdezgetve mi bajt is tűrtünk, bátor akhályok, és belefáradnál, úgy érnél otthoni földre. Mert mi 9 évig tettünk kárt nékik a harcnak mindenféle cselével, s Zeus nehezen segített meg. Egy sem akadt, aki ott kívánta eszét az eszéhez mérni, mivel győzött mindenkin a fényes Odysseus mindenféle cselekkel. Rendben a dárdás Myrmidónok, mondják hazaértek,
Hőslelkű Achilleus ragyogó fia volt vezetőjük. Mert ha aképpen akar téged kedvelni, Athéné, mint ahogy akkor a nagyhírű Odysseusra vigyázott Trója tövében. Nem láttam, hogy bárkit olyan nyíltan szeret Isten, mint amilyen nyíltan segítette apádat Athéné. Hát ha aképpen akar kedvelni, s aképpen ügyel rád, lesz közülük nem is egy, ki felejteni fogja a nászát. Nestor elmeséli Télemachosnak, hogy az apjával nagyon jó barátok voltak, továbbá elmondja neki Agamemnon meggyilkolását, a tengeri viharokat, meg ilyesmit. Viszont mivel Odysseus pontos hollétéről nem tud, azt javasolja neki, hogy menjen tovább Spártába. Rajta tehát csak eredj bárkádon a hű követőkkel, az úton isteni Spárta felé, hol a szőkehajú Menelaus. Ott te magad kérleld, hogy amit tud, mondja ki nyíltan. Az bizonyos, hamisat nem mond, hiszen annyira elmés. Amikor Télemachosz megérkezik Lakedaimonba, közismertebb nevén Spártába, akkor éppenséggel egy esküvő zajlott. Az egybekelő felek egyike Menelaus lánya, a másik Achilleus fia. Megtudjuk, hogy Menelaus hazatérése nem volt egyszerű. Megjárta Egyiptomot, Fárosz szigetét, olyan bárányokat látott, amiknek szarva volt, meg hasonlók. Aztán egyszer csak a teremben megjelenik egy nő. Nem más, mint a szépséges Helené. Tudjuk-e, Zeus táplált Menelaus, hogy kik ez ifjak, miért jöttek, mit vallanak ők ide most palotánkba? Mert vagy igaz, vagy sem, de kimondani késztet a lelkem. Nem láttam soha még, aki bárkinek ennyire mása, sem férfit, sem nőt, ha tekintem, a bámulat elfog. Mint ahogy ez tűrő lelkű Odysseus gyerekének, Télemachosznak mása, kit ő otthon csecsemőként hátrahagyott, mikor értem, az epszeműért ti akhályok Trója alá indultatok el véres viadalra. Szólt, és zokogás vágyat keltett vele mindegyikükben. Argoszi szép Helené zokogott, Zeus isteni lánya, Télemachosz zokogott, s vele Atreides Menelaus. Miután mindannyian zokogtak, Helené kitalálta, hogy a társaságot egy kicsit felvidítja. Tehát az italukba egy bizonyos varázsszert öntött, amitől hirtelen mindenkinek jó kedve támadt. Ezután a következőket mondta. Mert sose tudnám mind elmondani, sorra nevezni tűrő lelkű vitéz Odysseus sok bajnoki tettét. Ám de mit is tett még, s mit tűrt ez a nagyszerű férfi Trója alatt, hol a sok bajt szenvedtétek akhályok. Elborított a saját testét ott csúnya sebekkel, és vállára vetett rossz zsákot, mint aki szolga. Széles útú várába az ellenségnek ekép szállt. Így álcázta magát, hadd nézzék kéregetőnek őt. Így lépett be a várba, s a trószok mind gyanú nélkül szemlélték. Csak is én ismertem rongyaiban föl, kérdezgettem is. Ekkor mondta csak el mindazt, mit a népe kitervelt. Ekkor a többi trójai nő zokogott, de nekem már szíve örült, mert megfordult s vágyott hazatérni, és már bántam a vakságot, mire Afrodit évet rá. Íme, mit is tett még, s mit tűrt ez a nagyszerű férfi, bent a gyalult lóban, melyben mi a legderekabbak ültünk. Tudni kell azt, hogy mivel Homérosz nem vitte túlzásba a múlt kifejtését, engedtessék meg, hogy kiegészítsek ezt-azt. Ha valami olyasmiről beszélek, ami az Odüsszeiában nincs benne, akkor előtte szólok. Ez nincs benne. Először is, Achilleus és Deidameia közös gyermeke volt Neoptolemosz. Achilleus halálát követően ő vezette a Myrmidónokat, és ő volt a falóban lévő 9 görög hős egyike. Ami Neoptolemosszal kapcsolatban még lényeges, hogy ő maga volt az, aki megölte Priamosz királyt. De nem csak ennyi, konkrétan Zeus oltára volt az, amin Priamosz királyt megölte. Ha az Iliász kapcsán figyeltél, akkor nem lesz meglepő, Neoptolemosz halála az nagyon durván hasonló lesz, őt is meggyilkolják majd, mégpedig Apollón oltárán. A másik, Helené azt állítja, hogy találkozott Odysseusszal, aki koldusnak volt öltözve. Trója pusztulásának 3 feltétele volt. Achilleus halála, Páris halála, illetve a Palladion megszerzése. A Palladion az egy szobor, Pallas Athéné képmása. Ez a szobor volt az, amit az istennő annó odaadott Ilosznak, és ezzel jelezte, hogy ott alapítson várost. Ezt a szobrot ki kellett hozni Trójából, ugyanis az ókori emberek életét elképesztő mértékben befolyásolta a vallás.
A görögök úgy gondolták, hogy ez a szobor egyfajta mágikus természettel bír, tehát mindaddig, amíg az Trójában van, a város egyszerűen bevehetetlen. Mi sem volt egyszerűbb? Odysseus beöltözött koldusnak és egy társának segítségével sikeresen ellopták. Ami nagyon lényeges, hogy miközben Odysseus Trójában volt, találkozott Helenével. Pontról pontra elmondta neki, hogy a görögök mire készülnek. Szép Helené érvelése, miszerint szeretett volna már hazatérni Görögországba, igazán nagyszerű, csak hogy egy egész város pusztulását eredményezte. Több ezer trójai nő, gyerek és férfi életébe került az, hogy Odysseus terveit és kilétét titokban tartotta. Visszatérve az Odüsszeiához, Menelaosz a saját kalandjai során találkozott egy nagy tudású öreggel, az úgynevezett tenger igazszavú vénével, aki a következőket mondta. Laertész fia az, s Itakában lakja lakását. Egy szigeten láttam, szaporán hullatta a könnyét messze Kalypszó nimfa lakában. A nimfa erővel ott tartja, s nem tud hazaérni az otthoni földre. Mert hisz nincs neki jó evezős bárkája, se társa, hogy hazajuttatnák a vizeknek tágterű hátán. Ez igazán zseniális, megtudtuk, hogy Odysseus hol volt utoljára. Télemachosz távollétében a kérők kieszeltek egy tervet. Antinosz nekik ekkor ekép szólt bosszúsan. Jaj, bizony itt nagy művet vittek végbe kevéjen. Télemachosznak ez útját, bár véltük sose lesz meg. Most hát fürge hajót kérek, 20 társal az útra, hogy neki csapdát állítsak. Hogy keserű legyen apjáért tett tengeri útja. Penelope megtudta, hogy a kérők meg akarják ölni a fiát. Azonnyomban az istenekhez fordul, hogy védjék meg Télemachoszt. Szerencséje volt, ugyanis Pallas Athéné valamilyen okból kifolyólag nagyon kedvelte őket. Hálójába szállt be az ajtón, és odaállt a fejéhez, s hozzá így szavakat szólt. Alszol Penelope, és búsul kedves szíved egyre, csak hogy a gondtalan életű istenek azt sose hagyják, hogy sírj és keseregj. Mert visszakerül fiad ismét. Télemachosz védelmezése mellett Athéné elment az Olimposzra, majd a következőket mondta. Zeus atya és boldog sose múló égi lakók mind, ki sem emlékszik már isteni jó Odysseusra népe között, ahol úgy volt úr, mint jó szívű apjuk. Egy szigeten fekszik, s iszonyú nagy kínok emésztik, messze Kalypszó nimfa lakában. A nimfa erővel tartóztatja, s ezért nem tud hazaérni honába. Mert hisz nincs neki jó evezős bárkája, se társa, hogy hazajuttatnák a vizeknek tágterű hátán. S most meg akarják ölni fiát is, a hőnszeretettet. Zeus úgy vélte, hogy Athéné igazat szólt. Megparancsolta Hermésznek, hogy keresse fel ezt a bizonyos Kalypszót, és mondja meg neki, hogy Odysseust azon nyomban engedje szabadon. Itt csak úgy hozzáteszem, hogy Odysseus fogságát nem kell szó szerint érteni. Kalypszó egy nimfa. A nimfák lényege, hogy képzeld el a szerinted legszebb nőt a világon, és őt szorozd meg olyan 2,18-al. Odysseus rabságát úgy kell értelmezni, hogy ezzel az elképesztően gyönyörű istennővel kell hálnia, ezen kívül teljesen szabad. Tehát érted? Kalypszó mindenek előtt meglepődik, aztán megsértődik. Azt állítja, hogy az istenek irigyek rá, illetve Odysseusnak felajánlotta, hogy el nem múlóvá teszi. Azonban Kalypszó tisztában van azzal, hogy Zeus szava az nem egy lehetőség, hanem parancs. Tehát engedelmeskedik, és az idézőjeles rabságban tartott Odysseust szabadon engedi. Ülve találta a parton. Nem szárad soha könnye, élete édes tartama így folyt el. Hazavágyott bánatosan, mert már nem tetszett néki a nimfa. Most odaállt mellé, s ezt mondta az isteni asszony. Rajta tehát, dönts nagy szálfákat, vedd a szekercét, s készíts véle tutajt. S én eledelt, vizet és elegendő vérszínű bort is hordok rá, hogy az éhet, a szomjat tőled elűzze. És köntöst is adok, szelet is támasztok előre, hogy sértetlenül érj el egészen az otthoni földig, hogyha az istenek óhajtják. Hogyha azonban a szíved tudná, mennyi siralmat kell még eltűrnöd, mielőtt végképp hazaérnél, akkor nem mennél. Őriznéd véleme házat, és örök életűvé lennél. Odysseus tutaja 4 napig készült, és az 5. napon útra kelt.
17 napig járta a tengert, mire feltűnt előtte Skeria, a fajákok hazája. Ám amikor már úgy tűnt, hogy minden rendben van, Poseidon meglátta őt, és elképesztően mérges lett. A tengerek istene nem felejtette el, hogy Odysseus mit művelt a fiával. Szólt, és fellegeket gyűjtött, feldúlta a tengert, kézbe vevén szigonyát, minden viharát kizavarta mindenféle szeleknek, a felhőkkel betakarta egybe a földeket és vizeket, s észállt le az égből. Ekkor Odysseus térde, s a kedves szíve elernyett, s felsóhajtva eképpen szólt nagy lelkű szívéhez. Estem volna elén, töltöttem volna be sorsom aznap, amint legtöbb hegyes érckelevészt hajították Trója vitézei rám, körülötte a holt Achilleusnak. Ez az Odüsszeiában nincs benne. Mint említettem, Trója pusztulásának három feltétele volt, abból az egyik Achilleus halála. Mégis miért kellett meghalnia? Nos, kérlek szépen, az történt, hogy Hektor halálát követően a trójaiak kitalálták, hogy ideje lenne békét kötni. Ezt úgy akarták megvalósítani, hogy Menelaosz királynak tettek egy ajánlatot. Pontosabban egy házassági ajánlatot. Priamosz királynak volt egy lánya, nevezetes Polyxeiné, és úgy gondolta, hogy ha Menelaosz egyszerűen lemond Helenéről, akkor cserébe megkapja a lányát. A trójaiakkal folytatott 10 éves háború a görögök számára meglehetősen fárasztó volt, szóval Menelaosz úgy döntött, hogy nagyon komolyan megfontolja. Már-már beleegyezik. Mindeközben történt még egy fontos dolog, ugyanis Hektor halálát követően Achilleusnak folyamatosan rémálmai voltak. A rémálmai arról szóltak, hogy az általa meggyalázott Hektor, illetve Patroklosz arcai összemosódtak. Ezeknek a rémálmoknak a pontos jelentését nem tudom, viszont véleményem szerint vagy azt jelentik, hogy a háborúban szemben álló felek arányosan rengeteget szenvedtek, vagy azt, hogy Achilleusnak egyszerűen bűntudata volt. Achilleus megtudta a trójaiak tervét, és az egyik napon teljesen véletlenül meglátta a nőt. Úgy gondolta, hogy Menelaosz beleegyezését kikérni az egy dolog, de Polyxeinétől senki nem kérdezte meg, hogy szeretne-e hozzámenni Menelaoszhoz. Ez a nő rendkívül gyönyörű volt, szóval Achilleus titokban üzenetet küldött Priamosznak. Az üzenet tartalma az volt, hogy amennyiben Polyxeiné szeretne hozzámenni feleségül, tehát nem Menelaoszhoz, hanem Achilleushoz, akkor 2 nap múltán menjen el arra a helyre, amit az üzenetben leírt. Mondanom sem kell, Polyxeiné semmit sem szeretett volna jobban. Apró kiegészítés, Achilleus a jó szándék értelmében fegyvertelen lesz. 2 nappal később a trójai hercegnő 2 testvérének kíséretében elindult. Az egyik kísérője Páris volt, aki nem igazán bízott meg a görögökben, tehát magával vitte az íját, hogy esetleg felmerülne valami probléma. A görög táborban Aias és Diomedes megfigyelték, hogy Achilleus fegyvertelen, tehát úgy gondolták, hogy követni fogják. Amikor Páris meglátta, hogy Achilleus mögött érkezik 2 talpig felfegyverzett katona, Apollón megfogta a kezét, elővette az íjat és Achilleus sarkát keresztül lőtte. Itt a paradox. Apollón azt akarta, hogy Trója megmeneküljön. Mégis miért ölte meg Achilleust, aki pontosan a békét akarta megteremteni? Roppant egyszerű, bosszúból. Ez volt Apollón bosszúja, amiért Achilleus megölte és meggyalázta Hektort. Egyébként még véletlenül se gondold azt, hogy ez a házasság valaha is megtörtént volna. Nem szabad elfelejteni, hogy a trójai háború mégis miért kezdődött el. Héra és Athéné még mindig nem álltak bosszút, tehát ha a trószok és az akhályok békét kötnek, akkor Trója nem fog elpusztulni. Szóval ha Apollón úgy döntött volna, hogy Achilleusnak megkegyelmez, akkor feltehetőleg vagy Héra, vagy Athéné lettek volna azok, akik helyette megölik. Trója bukásának már csak egyetlen feltétele volt, ami nem más, mint Páris halála. Visszatérve a jelenbe, Odysseus isteni segítséggel sikeresen megmenekült. Athéné terve a következő volt. Felkeresi a fajákok királyának lányát, ráveszi őt, hogy menjenek el a patakhoz mosni, és ennek okán a hercegnő találkozik Odysseusszal. Így is történt. Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól Rútan, csak maga Nausika várt, mert szívébe Athéné merszettett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt,
Odysseus meghányta vetette? Átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz? Vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengjen, hogy városba vezetné tán, és adna ruhát rá? Nausika elmondja Odysseusnak, hogy ez a fajákok szigete, és ennek a népnek a királya, az ő apja, Alkinosz. Miután Odysseus megfürdött és tisztességesen felöltözött, Athéné ismét közbelép, majd nagyobbá, szebbé és erősebbé teszi őt. Hallgasd meg szavamat, pajzsos Zeus gyermeke, győztes! Tedd, hogy a faják nép szívesen s könyörülve fogadjon. Így szólt ő könyörögve, meg is hallgatta Athéné. Mégse jelent meg előtte, mivel tisztelte erősen édes nagybátyját, ki gyűlölte lobogva szüntelen isteni hős Odysseust, valameddig csak haza nem tért. Odysseusnak fogalma sem volt arról, hogy a fajákok milyen emberek. Athéné ismételten megjelent előtte, és a következőket mondta. Arété, s ezt vette nagy Alkinosz feleségül, s úgy tisztelte, ahogy még senkit a földön a nők közt. Őt mindenki szívéből így nagy tisztelet éri, kedves gyermekei, s maga Alkinosz becsülik mind, és az egész nép, mint Istenre tekintenek őre. Üdvözlik fennen, ha a városnak veszi útját. Hogyha az ő szívében irántad jó akarat kél, újra remélheted azt, hogy látod a kedveseid még. Odysseus felkeresi Arété királynét, és könyörög, hogy segítsen neki hazajutni. A faják vezetőknek feltűnik, hogy Odysseus azokat a ruhákat viseli, amik Nausika tulajdonában voltak. Úgy gondolták, hogy a hercegnő meg Odysseus valamilyen barátok lehetnek, tehát Alkinosz azonnal lakomát rendez, majd Arétéval együtt elkezdenek kérdezősködni. Van bizonyos sziget, ó Gügyé, jó messze van a vízben, ott Atlasznak a lánya cseles, szépfürtű Kalipszó él. Félelmetes istennő, akihez soha nem jár látogatóba sem égi lakó, sem földi halandó. Engem azonban a búsat a Daimon tűzhelye mellé vitt el, mert ragyogó villámmal fürgehajómat Zeus szétszelte. És jó társaim akkor mind oda vesztek a vészben, ám én átkulcsolva a görbült gája gerincét, hosszú 9 napon át hányódtam. Végre Vakélyben Ógügyé szigetére vetettek az istenek, és ott rettenetes szép fürtű Kalipszó sok szeretettel és szívesen fogadott és táplált. Mondta, hogy engem még örök életűvé is tesz, s örökös fiatallá, csak hogy az én szívemet kebelemben meg nem igézte. 7 álló esztendeig éltem nála, keserves könyvbe füröztöttem, mit kaptam, az isteni köntöst. Ám hogy az esztendők fordultak, a 8. eljött. Ő maga küldött akkor végre hazámba. Talán mert Zeustól jött üzenet, de talán szíve szándoka fordult. 10 és 7 napon át jártam tutajommal a tengert, ám azutáni napon föltűntek a földetek árnyas szép hegyei, s megörült kedves szívem ennek erősen. Megtudtuk, hogy Odysseus azonokból került Ógügyé szigetére, mert hogy Zeus szétzúzta a hajóját. Már majdnem elértünk az egész utazás elejére. Alkinosz, a fajákok királya megszánja Odysseust, és habár még fogalma sincs arról, hogy ő kicsoda, azt javasolja, hogy amennyiben maradni szeretne, házat és vagyont ad neki. De amennyiben menni akar, aludjon és másnap hazajuttatja. Azonban, habár Alkinosz megígérte, hogy Odysseust biztonságban hazajuttatja, még mindig nem tudja, hogy hová. Athéné Alkinosz alakjában összehív egy gyűlést. Ekkor a kedves dalnokot is bevezette a hírnök. Azt, kit a múzsa kegyelt, s akinek jót, s rosszat is osztott. Mert elvette szemét, de adott neki mézízű dallást. Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, hősök híréről késztette dalolni a múzsa Démodokoszt. Közben Odysseus nagy bíbor köpenyét fogván fölvont a fejére izmos 2 kézzel, s vele szép arcát betakarta. Senki se látta ugyan közülük, hogy csordul a könnye. Észre csak Alkinosz maga vette, amint oda nézett, és a nehéz sóhajt hallotta az oldala mellett. A lakoma végeztével Alkinosz azt javasolja, hogy rendezzenek versenyeket, hogy majd amikor a vándor hazatér, elmondhassa, hogy a fajákok mennyire tehetségesek. Odysseus legyőzi őket súlylökésben, az egyik faják főúr megsérti, aminek következtében Odysseus majdnem megöli őt,
De aztán Alkinosz azt javasolja, hogy vacsorázzanak meg, és a versenyeket koronázzák meg egy kis dallal. Ő meg a húrba kapott, s kezdett izzengeni szépen. Onnan fogva miként vágtak sok jó padúgáján útnak az argosziak, tüzet is hogyan dobtak a tábor sátraira, s mások már ültek a híres Odüsszeusz mellett rejtőzködve a lóban, a trójai téren, mert hisz a trójaiak vonszolták azt fel a várba. Ott állt hát a faló, körülötte zavart fecsegéssel ültek a trószok, a szándékuk háromfele oszlott. Vagy hegyes ércel a lóüregét átütni azonnal, vagy fölvonni a csúcsra, lelökni a sziklatetőről, vagy bűvös bálványként adni az égi lakóknak. Végül is ennek kellett mennie teljesedésbe. Végzete volt ugyanis, hogy vesszen Trója, ha egyszer ezt a lovat befogadta, amelyben a legderekabbak ültek, csúnya halált, s vészt vive a trójaiakra. Zengte, hogyan dúlták fel a várat a harcos akhályok, leshelyük öblét elhagyták, kizúdultak a lóból. És elzengte, mint tört bajnok Odüsszeusz, mint maga Árész, svéle, az isteni hős Menelaosz. Legszörnyebb harcot mondott, ahogy ott indított, s győzött, mert nagylelkű Athéné megsegítette. Odüsszeusszal kapcsolatban lényeges, hogy őt nem véletlenül nevezték cselekhez értőnek. Nagyon kedvelte, hogy megismerjen valakit, mielőtt az a valaki megismerte volna őt. Senki se látta ugyan közülük, hogy csordul a könnye, észre csak Alkinosz maga vette, amint oda nézett, és a nehéz sóhajt hallotta az oldala mellett. Hát hallgasson a lant, inkább mindnyájan örüljünk, háziak és vendég, sokkal szebb, hogyha ez így van. Éppen ezért te se rejtsd gondolatokkal azt, amiről kérdezlek, sokkal szebb, ha kimondod. Áruld el nevedet, mi apád meg anyád szava hívott, és kik a városodat lakják, s körülötte lakoznak. Mert olyan ember nincs, akinek neve semmi ne volna, sem hitvány, se nemes, miután már megszületett. Mert néki, ha megszülték, a szülők nevet adnak azonnal. A 9. énekben megtörténik, hogy Odüsszeusz végre valahára felfedi a kilétét, és elkezdi ecsetelni, hogy hogyan kezdődtek a gondok. Trója feldúlását követően a saját seregével elértek egy szigetet, amin az úgynevezett kikonok lakoztak. Odüsszeuszék majdnem mindenkit megölnek, elfognak néhány rabszolgát, majd Odüsszeusz intésének ellenére az emberei elkezdtek lakomázni. S átkiabáltak a megmenekült kikonok kikonoknak közben, akik szomszédosak és többek, s derekabbak. Szárazföldi lakók, jól értik a harci szekérről vívni a küzdelmet, s értik gyalog is, ha gyalog kell. Jöttek ezek, mint jő a levél, a virág, ha tavasz kér, hajnalban. S ekkor Zeus csúfos végzete sújtott bennünket, nyomorultakat, és nagy bajba jutottunk. Rendbe fölállva csatát ott vívtak a fürge hajóknál. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derékfiakat vesztettünk. Odüsszeusz flottájának mérete a kikonokkal történt csatát követően mindösszesen 12 hajó. Ezt a hajóflottát megtámadja egy hatalmas vihar, aminek következtében kénytelenek kikötni. Megérkeztek egy új szigethez, aminek a lakosságát úgy nevezték, hogy lótuszevők. Odüsszeusz elküld 3 felderítőt, hogy nézzék meg, mivel állnak szemben. A probléma csak annyi, hogy ők is megízlelték a lótuszt, és onnantól kezdve már nem csak felderíteni, de hazamenni sem kívántak. Őket sírtak bár, a hajóra vezettem erővel, és evezőpad alá lekötöztem. Többi deréktársamnak utána parancsomat adtam, hogy mind szálljon a fürge hajókra sietve, nehogy még más is egyék közülük lótuszt, s hazatérni feledjen. A lótuszevők szigetét elhagyván kikötnek egy másik szigeten. Ekkor még fogalmuk sem volt arról, hogy ez a sziget lesz az, ami mindnyájukat halhatatlanná teszi. A helyi lakosságról azt kell tudni, hogy ők egy kivételével mindannyian Uránosz gyermekei. A küklopszok lényege abban rejlik, hogy nem csinálnak semmit, de mégis mindenük megvan. Az istenek gondoskodnak arról, hogy legyen termésük, legyen ételük, italuk, nincs törvényük, és egymással nem igazán foglalkoznak. Ha azt kérdeznéd, hogy az ingyenélésüknek mégis mi az oka, kérlek szépen, a küklopszok hajdanán segítettek az isteneknek, hogy legyőzzék Kronoszt. Miután Odüsszeuszék aludtak egyet, másnap elindultak felfedezni. A felfedezés eredményeképpen találtak egy barlangot, amiben láttak egy óriási valamit. Ekkor a többi nagyon szeretett társ kapta parancsom,
Várjon a bárkánál Mireánk, s őrizze a bárkát. Én magam indultam tüstént, kiszemelve 12 legderekabb társat, s börtömlőt töltve meg édes éjszínű borral. Ebből vittem a nagy teli tömlőt, s útravalót is egy zsákban, mert hős lelkem sejtette előre, hogy Szilaj ember jön, nagy erővértjével övezve, és sem igazságot, sem törvényt nem tud a szíve. Amikor Odüsszeuszék visszatértek a barlanghoz, megfigyelték, hogy a hatalmas lény éppenséggel a nyáját viszi legelni. A barlangjában nem volt semmi izgalmas, csupán az, amit az állatok adtak. Tej, sajt, gyapjú, mi egymás. Odüsszeusz társai azt javasolják, hogy fogják meg a sajtot, meg mindent, ami a barlangban található, és vigyék el a hajóikhoz. Odüsszeusz azonban roppant kíváncsi volt, hogy a barlang tulajdonosának mégis milyen a természete. Jaj, nem volt kedves, mikor eljött embereimhez. Ott tüzet is gyújtván áldoztunk, majd mi magunk is hozzálátva a sajtból lettünk, s ülve bevártuk ott benn, míg hazajött a juhokkal. Hozta a súlyos terhet, a száraz fát, hogy azon főzhesse az ételt, majd az üreg földjére ledobta goromba robajjal. És mi remegve behúzódtunk az üreg zugolyába. Most a kövér nyájatták barlangjába terelte, mindet a hányat fejni szokott, de a hímeket ott kínhagyta kerítés közt, a bakot meg a kost valamennyit. Majd elzárta a nyílást roppant kővel, amelyet jól a magasba emelt. De 22 négykerekű jó földi szekér sem mozdítaná el azt a helyéből. Így roppant meredek sziklával zárta a nyílást. Miután a küklopsz befejezte az állatok megfejését, tüzet gyújtott és megpillantotta a betolakodókat. Odüsszeuszék pofa nélkül megették a sajtot, megitták a tejet, tehát cserébe a küklopsz megeszi a vendégeket. Ostoba vagy vendég, vagy messziről érkezhettél? Azt akarod, hogy az isteneket tisztelve remegjem? Tudd meg, a küklopszok Zeusszal csöppet se törődnek. Más istennel sem, mert sokkal több a hatalmunk. Zeus mérgétől tartva bizony sose kímélnélek téged s társaidat, ha nem indít erre a lelkem. Mondd meg azonban, hol tartod jó mívű hajódat? Messze a parton, vagy közelemben? Hadd tudom én is. Odüsszeusz azt feleli, hogy Poszeidón minden hajójukat szétzúzta. A küklopszot ez nem igazán hatotta meg, megfogott kettő férfit, néhányszor földhöz verte őket, majd szépen feldarabolta, és neki látott vacsorát készíteni. Odüsszeusz tisztában van azzal, hogyha a küklopszot esetleg sikerülne is megölniük, akkor is meghalnak, ugyanis a barlang bejáratát elzáró követ nem tudják elmozdítani. Ott az akol közelébe hevert neki szörnyű dorongja, egy még zöld, nagy olajfa dorong. Ezt vágta ki, hogyha száraz lesz majd hordja. Hát odaléptem, jó ölnyit vágtam le belőle, és odaadtam, hogy meghántsák, embereimnek. Ők simára faragták, én kihegyeztem a végét. Mellé állva, utána tüzessétettem a lángon. A rákövetkező napon a küklopsz hazaér, ismételten megfeji a kecskéket, majd megfőz kettő embert. Ekkor Odüsszeusz kitalálta, hogy egy kicsit elkábítják. Ugyanis mennyivel ízletesebb lenne az emberhús, hogyha inna hozzá egy kis bort? Ezt mondtam, s átvette, megitta, örült neki szörnyen, itta az édes italt, s aztán kért újra belőle. Adj még jó szívvel, s a neved mondd meg nekem egyben, hadd adjak vendégi ajándékot, hogy örüljél. Így szólt, én meg a lángszínű bort adtam neki újra. Adtam háromszor, s ő annyiszor itta ki balgán. Majd miután az agyát az ital már elborította, válaszomat mézes szókkal neki adta meképpen. Küklopsz, kérdezted híres nevemet. Nos a halljad, megmondom, s te ajándékozz meg, ahogy megígérted. Senki se, ez nevem. Így hívnak, hogy senki se. Mint említettem, Odüsszeusz nagyon szeret megismerni valakit, mielőtt az a valaki megismerné őt. A küklopsz ajándéka nem más, mint hogy senki se lesz az, akit utoljára fog megenni. Miután sikeresen részeg lett, lefeküdt aludni. Odüsszeusz ékekkor kihasználják a lehetőséget, a kihegyezett olajfadorongot beleteszik a parázsba, majd miután kellően forró lett, beledöfik a küklopsz egyetlen szemébe. Mint amidőn a kovács nagy fejszét, szörnyű szekercét edzeni márt a hideg vízbe, s hallatszik a vasnak hangos jajszava, mert nagy erőt ettől kap a jó vas. Néki olajfadoron körül úgy sziszegett szeme akkor. Szörnyű nagyot jajdult, visszhangzott körben a szikla,
s Küklopsz társaihoz felüvöltött, kik körülötte laktak a szellős csúcsok alatt, barlangok ölében. Hallották a kiáltást, jöttek is innen a monnan, és barlangja előtt kérdezték, hogy mi baj érte. Hát mi baj ért, Polüfémosz, mondd, hogy eképpen üvöltesz. Nékik a barlangból így szólt az erős Polüfémosz. Társak, senki se öl meg csellel, senki erővel. Ők meg a választ így adták szárnyas szavaikkal. Már ha magad vagy egészen, s nem bánt senki erővel, Zeusztól jő nyavaját, kikerülni bizaszt lehetetlen. Rajta tehát, könyörög te Poszeidónhoz, apádhoz. Így is történt, Polüfémosz apja nem más, mint a tengerek istene, Poszeidón. Mivel Odysseus története javarészt a tengeren zajlik, még az is lehet, hogy ennek lesz majd valami jelentősége. A megvakulására való tekintettel Polüfémosz kitalálta, hogy Odysseuszék egészen biztosan megpróbálnak majd elmenekülni, tehát pusztán annyi a teendője, hogy leül a bejárathoz. Odysseusz erre azt gondolta ki, hogy egybekötnek három kost, azoknak rákapaszkodnak a hasára, és nemes egyszerűséggel ők is elmennek legelni. Miután sikeresen megmenekültek, és Polüfémosz minden egyes állatát ellopták, tengerre szálltak, de Odysseusz visszakiáltott neki. Úgy kellett, hogy elérjen a csúfos baj, te kegyetlen, házadban vendégeidet fölfalni se féltél. Most bosszult áll rajtad Zeus, meg a többi nagy isten. Ezt mondtam, s ettől csak nőtt a haragja szívében. Egy nagy hegy csúcsát leszakítva hajónkra vetette, és a sötét orrú bárkának elébe esett az egy kicsivel csak, s kis híján súrolta a kormányt. Amikor már nagyjából biztonságos távolságban voltak, Odysseus ismét visszakiáltott neki. Küklopsz, hogyha tán megkérdi egy ember a földön, hogy történt a szemednek csúfos megvakítása, mondd, hogy a városokat dúló Odysseus vakított meg. Laertész fia ő, Itakában lakja lakását. Itt ugye felmerül a kérdés, hogy Odysseus valóban okosnak mondható-e? Minden esetre Polüfémosz elkezdett könyörögni. Haj te Poszeidón, földtartó, kékhajú isten, hogyha fiad vagyok én igazán, s azt vallod apám vagy, add, hogy a várdúló Odysseus haza már sose jusson. S hogyha a végzete az, hogy lássa szeretteit ismét, s jól épült házába kerüljön, az otthoni földre, hát legalább bajosan, későn és társai nélkül mások bárkáján tegye, s otthon bajra találjon. Szólt könyörögve, meg is hallgatta a kékhajú isten. A Küklopszal történt balhét követően Odysseuszék eljutnak egy másik szigetre, aminek a tulajdonosa nem más, mint Aiolos, a szelek királya. Egy hónapig voltak a vendégei, azonban Odysseuszékat ekkor már nagyon kínoszta a honvágy. És miután már én kértem, hogy utamra eresszen, s küldjön, nem mondott nemet, és volt gondja utamra. Nyúzva 9 éves marhát idatta a bőrét, és a süvítő sokszél útját mind belezárta. És üreges bárkámra ezüst fonalával a tömlőt jól lekötözte utána, hogy egy kicsikét se szeleljen. És egyedül csak a lenge Zefirt küldötte utamra. Hadd vigye gályánkat, s mi magunkat. A végzet azonban más volt, mert a magunk butasága okozta a vesztünk. Tehát Aiolos adott nekik egy tömlőt, amibe elzárta a szeleket. 9 napig hajóztak, majd a 10. napon megpillantották Itakát. Mivel Odysseus nem mondta el a társainak, hogy mi van a tömlőben, azok kíváncsiak lettek. Kitalálták, hogy megnézik maguknak. Amikor már majdhogy nem megérkeztek, és a szemük előtt volt a hazájuk, kinyitották a tömlőt, és az abban elzárt szelek nyílegyenesen visszafújták őket oda, ahonnan indultak. Nagyon lényeges, ez Odysseusnak egy akkora csapás volt, hogy majdhogy nem öngyilkos lett. Habár az első alkalommal nyájas volt, Aiolos most rendkívül haragossá vált. Menj a szigetről gyorsan, legnyomorultabb ember! Isteni törvény tilt befogadni, vagy útra vezetni azt, kit az égbeliek boldog szíve ennyire gyűlöl. Menj, mert hisz bizonyára haragjuk vert ide vissza. A következő megállójuk a Laisztrügónok szigete. A Laisztrügónokkal kapcsolatban 2 dolog fontos. Óriások és emberevők. És hogy a pompás házba beléptek, láttak egy asszonyt, akkora volt, mint egy hegycsúcs, iszonyodva csodálták. Az meg a gyűlésből hazahívta urát, ama híres Antifatészt. Fogta az egyik társamat,
és lakomára levágta. Kettő meg kiszökött, s a hajókat futva elérte. Ő meg a városon át kiabált. Meghalva a hangját jöttek a roppant lajstrugónok már minden irányból. Rengetegen. Nem is emberek, inkább szörnyű gigászok. 12 hajóval indultak, mostanra csak egy maradt. A következő megálló a sokszínűség kedvéért ismételten egy sziget. Első látásra olyan volt, mint az összes többi. A vendégek számára teljesen ismeretlen. A hősök 2 napot pihentek, majd a harmadikon füstöt láttak a távolban. Odysseus elhatározta, hogy lakomáznak egyet, majd kiküld néhány felderítőt. Jó lábvértes társaimat 2 részre elosztva, mindkét résznek egy-egy vezetőt rendeltem azonnal. Én magam egyik, s másik az isteni Eurylükhosz volt. És ezután sorsot ráztunk sisakunkba, sietve, sorsa kiszökkent onnan a nagyszívű Eurylükhosznak. Útnak eredt, s a 22 társ vele, nagy zokogással sóhajtozva maradtunk ott mi, a hátrahagyottak. Eurylükhosz csapata megpillantott egy házat. Ez a ház első ránézésre is gyanús volt, ugyanis körülötte farkasok és oroszlánok éltek. A ház tulajdonosa egy meglehetősen tréfás istennő, nevezetes Kirké. Az ő házi állatai mindannyian szelídek, illetve még egy kis apróság, egykoron mindannyian emberek voltak. Áltak a széphajú istennő Kirké kapujában, s hallották, hogyan énekelő odabent gyönyörűen, még nem enyésző nagy vásznatsző, mely ragyogó szép és könnyű, amilyen csak az istennők kezeműve. Hát legelőször az emberek elseje mondta, Politész, legjobban szeretett társam valamennyi barát közt. Kedveseim, valamely nő ott benn nagy szövetetsző, és dalol is szépen, visszhangos tőle a padlat. Istennő vagy nem, szólítsuk fennen azonnal. Eurylükhosz volt az egyetlen, aki kívül maradt, hiszen gyanította, hogy valami nem stimmel. Kirké rendezett egy hatalmas lakomát, sajtot szolgált, mézet, bort, illetve a borba egy kis mérget. És miután odaadta, kiitták, nyomban utána vesszővel megcsapta, s az olba terelte be őket. Hát disznófeje és sörtélyes hangja alakja lett valamennyinek, ám de eszük, mint addig olyan volt. Mind ott sírtak a zárt olban, Kirké meg elébük erdei makkot szórt, hogy egyék. Mert hisz a földön fetrengő kanok ezt teszik egyre. Eurylükhosz visszafut a hajóhoz, és elmeséli Odysseusnak, hogy mi történt a társaival. Odysseus kitalálja, hogy ezt a fajta varázslatot a saját szemével is látnia kell. Útban Kirké háza felé megjelenik előtte Hermész, és a következőt mondta. Azt se tudod, hol jársz. Kirkénél vannak a társak, mint disznók. Őket akarnád megszabadítani. Még te magad sem térsz haza, azt hiszem én, hanem ott senyvedsz velük együtt. Csak hogy a bajból én kiragadlak, megszabadítlak. Vedd a varázsfüvet át, és ebben lépj be a házba, ez veszedelmed napját elhárítja fejedről. Kirké rettenetes cseleit, tudtodra adom most. Kirké készíteni fog Odysseusnak egy mérgezett italt, de Hermész varázsfüvének köszönhetően hatástalan lesz. Ezután Kirké rá fog csapni Odysseusra egy bottal, de ekkor Odysseusnak elő kell rántania a kardját, és úgy kell tennie, mintha az istennőt meg akarná ölni. Kirké ekkor megijed, és Odysseust az ágyába hívja. Ez tényleg így van, együtt kell hálnia vele, de meg kell lesketnie, hogy ettől fogva befejezi a tréfát. Így is történt. Így szólván, ideadta az argoszölő a növényt is. Földből tépte ki, és mindent jól megmagyarázott. Éjszínű volt a gyökér, és tejszínű volt a virága. Istenek úgy nevezik, hogy mólű. Kiásni nehéz ezt földi halandónak, de bizony mindent tud az Isten. Miután megtörtént a, nevezzük rituálé, és Odysseus sikeresen teljesítette a férfiak kötelességét, Kirkével együtt leültek lakomázni. Azonban Odysseus nem iszik, és nem is eszik. Kirké, volna-e tisztességes férfi, aki tudna enni meg inni nyugodtan, amíg meg nem szabadulnak kedves társai, s ő azokat nem látja szemével? Hogyha tehát igazán akarod, hogy igyam, s lakomázzam, old fel az én jó társaimat, hogy lássam is őket.
Miután visszaváltoztatta a felderítőket, Kirké azt javasolja, hogy Odysseuszék menjenek vissza a hajóhoz, és a többi társukat is hozzá kell lakomázni. Így is történik. Kirké kerek egy évig lakomáztatja őket, mindenki boldog, aztán lassan kérdezgetni kezdték, hogy mégis mikor indulnak már haza. Kirké azt mondta, hogy elengedi őket, ráadásul adott nekik egy tanácsot. Csak hogy előbb egy más utat is kell járnotok. El kell Hádész házához, s riadalmas Perszefonéhoz mennetek innen. A tébai vakjós Teiresziasznak lelkét kérdenetek. Tudatát ő őrzi egészben. Eszmélést egyedül neki nyújtott Perszefoné holta után is. Odysseuszéknak meg kell keresniük Perszefoné tenger szélén található ligetét, ott ásniuk kell egy gödröt, amit meg kell tölteniük tejjel, mézzel, borral, vérrel és vízzel. Ennek a célja nem más, mint hogy megidézzék a halottakat, és megidézzék a vak jós, Teiresziaszt is. Ekkor a jós maga jön majd hozzád, nép vezetője, és megmondja utad, megmondja az útnak a hosszát, azt is, hogy hogyan érsz haza majd a halas habon által. Amikor Odysseuszék már készen álltak az indulásra, észrevették, hogy az egyik társuk, nevezetes Elpinor, hiányzik. Meg is találták, Kirké házának a tetején volt, mégpedig elképesztően részegen. És hogy fölkerekedtek azok, s hallotta a lármát, hirtelen és hevesen pattant föl, s arra se gondolt visszafelé, hova lépjen a hosszú létra fokára. Hát fejjel lefelé lezuhant, és eltörte nyakát. Hádész hosszált le a lelke. Elérkeztünk az Odüsszeia véleményem szerint legjobb részéhez, ami a 11. ének Nekülja. Odysseuszék elérik a tenger szélén található ligetet, amit Kirké kijelölt a céljuknak. Engesztelve a holtak népét jámborimákkal, fogtam az állatokat, nyakuk elmetszettem azonnal. Folyt feketén a gödörbe a vér, gyülekeztek az elhunyt holtak lelkei mély erebozból, sűrű sereggel. Ifjú menyasszonyok, ifjak, gyötrött életű aggok, friss bánattal a lelkükben szép zsenge leányok, és sokan ércművű dárdával megsebesített elhult harcosok is. Foltos volt vértjük a vértől. Mind oda gyűltek az árok mellé, innen amonnan, szörnyű zsivallyal. Sápat félsz ragadott meg azonnal. Ekkor a társaimat noszogatva kimondtam, a kost is és a juhot, melyek ott a vadérztől sújtva hevertek, nyúzzák s égessék meg. Az isteneket megimádván, szörnyű erős Hádészt s riadalmas Perszefonét. Én meg a combom mellől rántva ki jóhegyű kardom, ott ültem, nem eresztve erőtlen holtseregekből senkit a vérhez, amíg nem szóltam Teiresziasszal. Az első halott, akivel Odysseusz beszélgetni kezd, a korábbi társa, Elpinor. Elpinor könyörgött Odysseusznak, hogy térjenek vissza Kirké szigetére, rendezzenek számára egy tisztességes temetést, és tegyék mellé a fegyvereit is. Így is lesz. A második halott, akivel Odysseusz találkozik, nem más, mint a saját anyja, Anticleia. Hát mikor itt láttam, szívemben számva zokogtam, s még így sem hagytam, bármennyire fájt is a szívem jönni a vérhez, amíg nem szóltam Teiresziasszal. Végre közelgett lelke a tébai Teiresziasznak, szép aranyos bottal, rám ismert, szólt is azonnal. Menj a gödörtől már, és vondd el a jóhegyű kardot, hadd ízleljem a vért, és mondjak néked igaz szót. Teiresziasz jóslata felbontható 6 részre, amikből az utolsó 2 az Odüsszeiában nem fog megtörténni. Az első, Odysseusz hazatérését az istenek szörnyűvé teszik, ugyanis megvakította Polifémoszt. A második. Lesz majd egy pillanat, amikor Odysseusznak fékeznie kell a saját, illetve a társai lelkét is. A harmadik. Amennyiben Héliosz legelőteheneire rátalálnak, azokat semmilyen körülmények között sem szabad bántani. Máskülönben Odysseusz hajója és társai mind odavesznek. A negyedik. Amennyiben hazaér, ott férfi sereg várja, akik mind a feleségét akarják megszerezni. Ha a kérőket megölte, vegyen fel egy evezőt, és keresse meg azokat, akik sose látták még a tengert. Az ötödik, amennyiben szembe jön vele egy vándor, és azt mondja, hogy magszóró a lapát, amit a fényes vállán hordoz, az evezőt szúrja a földbe, és minden istennek egyenként áldozzon. A hatodik.
A tengerről jő majd a halálod, gyöngéden közelít hozzád, és könnyű öregség végén sújtsak rád, ami dönt körülötted, a néped boldogan él. Ezt mondom néked igaz szavaimmal. Odysseus megköszöni a jóslatot, azonban mindenképpen beszélni kíván az anyjával. Teiresias elmondja neki, hogyha egy halott megízlelheti a vért, akkor fel fogja őt ismerni. Az anyja elmondja neki, hogy Penelope otthon van, egészséges, de nagyon szomorú. Odysseus édesapja a tanyájukon él, a ruházata emlékeztet egy koldusra, és soha nem megy be a városba. Egyébként Anticleia halálának az oka a fia utáni vágyakozás volt. Így szólt, s én a szívemben fontolgatva akartam elhunyt édesanyám lelkét a karommal ölelni. Háromszor nekiindultam, vágyódva erősen. Háromszor surrant ki kezemből, mintha csak árnyék s álom volna. Persephone, Hades hétvégi felesége, oda küld egy seregnyi asszonyt. Odysseus mindegyikükkel beszélni akart, tehát úgy döntött, hogy egyesével meghallgatja őket. Azonban mivel nem mondanak semmi elképesztőt, maradjunk a lényegnél. Phaidrát és Prokiszt láttam, meg a szép Ariadnét, fondor lelkű Minosz lányát. Thészeusz, akit egykor Krétából kívánt szentelt földjére Athénnak vinni, de ott nem örült neki. Artemis ölte meg útján. Mindegyiket már nem sorolom föl, nem nevezem meg, hány hősnek láttam feleségét és a leányát, mert hisz előbb elfogyna az isteni éj. Visszatérve a jelenbe, Areté megkérdezi a faják nagyurakat, hogy milyennek ítélik meg Odysseust. Alkinosz, a királyuk, a következőt mondja. Te bizony sose látszol olyannak előttünk, mint a csalók, a ravasz locsogók, akiket seregestül táplál itt is, amott is az éjszínű életadó föld, s mind arról hazudoznak, amit soha senki se látott. Van nemes elme a szódban, van szavaidnak alakja, s mint egy dalnok, oly értőn mondtad el azt, ami történt. Alkinosz kíváncsi volt arra is, hogy Odysseus találkozott-e a régi társaival. Hát miután már mintova szélesztette a nőknek lelkeit magasztos Persephone, Atreides Agamemnon lelke került közelembe bánatosan, s köribégült mind, aki ővele együtt Aigisthosz házában halt, s töltötte be sorsát. Éles hangon sírt, a kövérköny hult a szeméből, terjeszgette felém kezeit, vágyott megölelni. Slám, Péleidész Achilleusnak jött oda lelke, és Patroklosznak, s Aiasznak, ki a legjobb termetű és alakú volt minden akháj hős közt, a dicső Achilleusnak utána. Csak ne dicsérd a halált nékem soha, fényes Odysseus. Napszámban szívesebben túrnám másnak a földjét, egy nyomorultét is, kire nem szállt gazdag örökség, mint hogy az összes erőtlen holt fejedelme maradjak. Rajta azonban szólj nekem egy szót drága fiamról, ment-e utánatok ő, elsők közt küzdeni vagy sem? Szólj a derék Péleuszról is, ha talán valamit tudsz. Én biz a tiszta nevű Péleuszról mit se tudok még, ám de Neoptolemoszról szólok, drága fiadról, mondom a tiszta valót, ahogyan kérdezve kívánod. Nem maradott bizony ő a tömegben, a nagy sokaságban, messze előre rohant, sose hátrált senki elől sem, és meg is ölt sok férfit a rémületes viadalban. S hát amikor szálltunk be a lóba, amelyet Epeiosz készített, jeles argosziak, s rám volt az egész terv bízva. A rejteket ott föltárni, meg újra becsukni, akkor az argoszi nép fejedelmei és vezetői könnyeiket morzsolták mind, remegett is a térdük. Majd, hogy földultuk Priamosz meredek falú várát, zsákmányrésszel ajándékkal hágott a hajóra. Így szóltam, mire lelke a gyorslábú Achilleusnak Aszfodélosz téren nagyokat lépdelve továbbment, örvendezve, amért elmondtam, hogy fia mi hős. Aztán Héraklész erejét láttam meg, azaz csak képmását, hiszen ő maga élőrök isteneink közt, ott lakomázik. Én Kronion Zeusnak voltam fia, csak hogy a kínom végtelen és csúf volt. Nálam sokkal kisilányabb, az lett zsarnokom, és szörnyű munkákra jelölt ki. Még ide is küldött, hogy a szörnyebet elvigyem innen, mert azt hitte, hogy ennél már nehezebb feladat nincs. Így szólt, és tova tűnt Hádész palotája ölében, én pedig ott álltam s vártam, hogy hát ha előjön még ama hősökből egy, kik rég szálltak a sírba. Habár Odysseus arra vágyik, hogy minél több hőssel beszélhessen, Persephone elkezdte megelégelni a dolgot,
és annyi halottat kezdett küldeni, hogy Odysseuszék megrémültek, nagyon hamar összepakoltak, majd visszaindultak Kirkéhez. Ez az Odüsszeiában nincs benne. Ha már Héraklészról vagy ismertebb nevén Herkulesről beszéltünk, akkor mindenképpen elmondom Trója pusztulásának a harmadik és egyben utolsó feltételét is, ami nem más, mint Páris halála. Héraklésznak hajdanán volt egy íja, ami a trójai háború időszakában teljesen véletlenül az egyik görög hős, nevezetes Filoktétész tulajdonában volt. Filoktétész az egész görög világ leghíresebb íjásza volt. Tehát ő kapta meg a rendkívül nemes feladatot, hogy a következő összecsapás alkalmával pusztán arra koncentráljon, hogy bármilyen módon megölje Páriszt. Filoktétész úgy gondolta, hogy semmit nem bíz a véletlenre, tehát nem csak, hogy Héraklész íját használta, de ráadásul a nyilvesszőket bekente méreggel. A következő összecsapásuk során Páriszt sikeresen megtalálta, és valami isteni beavatkozásnak köszönhetően csak a vállát tudta eltalálni. Párisz azt mondta, hogy mekkora királyság, ez még véletlenül sem halálos. De az volt. Nagyon hamar realizálta, hogy a nyilvessző mérgezett volt, tehát azon nyomban elindult, hogy Ida hegyén felkeresse a korábbi kedvesét. Milyen korábbi kedvesét? Tudni kell, hogy a Helenével kapcsolatos balhét megelőzően Párisznak volt egy, nevezük úgy, élettársa, akit úgy hívtak, hogy Oinoné. Oinoné történetesen egy nimfa, akinek a hatalmában állt az is, hogy a Páriszban terjengő mérget eltávolítsa. Csak ugye az a probléma, hogy amikor hajdanán összebatyúztak Helenével, akkor Oinoné szívét teljesen összetörte. Ezen a ponton remélem, hogy senkinek nem lesz meglepő, Oinoné természetesen bosszúra szomjazott. Tehát amikor Párisz hatalmas kínok közepette elérte a hegyet és könyörögni kezdett neki, Oinoné azt mondta, hogy van barátja. Szóval most, hogy mind a három feltétel teljesült, Trója elméletileg készen állt a pusztulásra. Igen ám, de úgy tűnt, hogy akárhányszor is próbálják, a falak minden támadásuknak ellenállnak. Ekkor történt az, hogy Odysseusz elkezdett tanakodni. A gondolatmenete az volt, hogy többet ésszel, mint erővel. Szükségük volt egy emberre, aki a trójaiakkal elhiteti a tervet, illetve szükségük volt 9 másik emberre is, akik elrejtőznek a lóban. Volt egy úriember, bizonyos Sinón, akinek az volt a feladata, hogy a trójaiakat meggyőzze. Miközben Sinón sikeresen bejutott a városba, az egész görög hadsereg összepakolt és elhajóztak egy közeli szigetre. Sinón mondani valója a következő volt. Mivel a görögök ellopták a Palladiont, ezért Athéné elképesztően dühös lett rájuk. A görög jósok megparancsolták, hogy Athéné kiengesztelésére építsenek egy hatalmas lovat, illetve abban a pillanatban induljanak haza. Ezen kívül, mivel a görögök már úgyis hazamentek, azt javasolja, hogy a falovat vigyék be a városba, és ezzel Athéné elismerését a magukénak tudhatnák. Felmerül a kérdés. Abszolút senki nem gondolta azt, hogy ez esetleg egy átverés? De... Priamosz királynak volt egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Kassandra. Vele kapcsolatban tudni kell, hogy rendkívül gyönyörű volt. Annyira gyönyörű, hogy a napisten maga Apollón is szemet vetett rá. A probléma az volt, hogy az első randiuk végén Apollón kitalálta, hogy megfelezik a számlát. Erre Kassandra azt mondta, hogy maradjanak barátok. Erre Apollón azt mondta, hogy mi a zsák? Természetesen megsértődött, amiből automatikusan az következik, hogy bosszúra szomjazott. Apollón Kassandrával szembeni bosszúja az volt, hogy megajándékozta őt a tökéletes jóslás képességével. Tehát ha Kassandra megjósol valamit, az úgy is lesz. De itt jön a csavar, habár ő mindig tökéletesen fog jósolni, azokat a jóslatokat soha senki nem fogja elhinni. Kassandra konkrétan elmondta a trójaiaknak, hogy abban a lóban görögök rejtőzködnek, és az a céljuk, hogy csellel bevegyék a várost. Igazán kellemetlen, de senki nem hitt neki. Ha mindez idáig figyeltél, akkor feltűnhetett egy érdekesség. Az Iliászban Apollón folyamatosan arra törekedett, hogy Tróját védelmezze. Ehhez képest Hektor halálát követően az egész várost 2 alkalommal is megmenthette volna, de mindkét alkalommal fontosabb volt számára a bosszú.
Visszatérve a jelenbe, miután Odysseuszék sikeresen megidézték a holtakat, visszaindultak Kirkéhez. Az első dolguk az, hogy teljesítik Elpinor kívánságát, és tisztességesen eltemetik. Ezt követően Kirké lakomára hívja őket, majd elmondja Odysseusnak, hogy a közeljövőben mire kell számítania. Szirénekhez fogsz legelőször elérni. Az összes embert mind elbűvölik ők, ki elér közelükbe. És aki esztelenül közeleg, s meghallja a szirénzengzeteket, felesége s az apró gyermekek otthon az többé sosem üdvözlik. Neki már nem örülnek, mert csengőszavú dallal a szirén megigézi. Ülnek a réten ezek, s körülöttük az emberi csontok nagy sokasága hever. Rothad, zsugorodnak a bőrök. Húzz el ezek mellett, s a fülét jól tömbe viasszal minden társadnak, nehogy egy is hallja. Hogyha pedig szigetük mellett tova húztak a társak, azt az utat már véges végig, amelyre utána lépsz, nem mondhatom én meg, mert arról te magad fogsz dönteni lelkedben. De kimondom, hogy mi a két út. Errefelé meredek sziklák peremére csapódik kékszemű Amfitrité nagy hulláma zubogva. Tudd, ezeket bolygósziklák hívja a boldog Isten mind. Tengerjáró gája csak egy ment arra keresztül, elhírhet Argó. Másik irányban két nagy szírt van, és közepén barlangtátong sűrű ködbe takartan. Szája nyugat felé nyílik, a mélyen leér Erebozba. Benne a szörnyen ugatva üvöltő szküllatanyázik. Lába 12, levegőben leng valamennyi. 6 hosszú nyaka van, mindegyiken egy riadalmas fejnőtt. És a fejekből 3 sor fogarémít, sűrű, tömött agyarak, tele éjszínű szörnyű halállal. Teste pedig bent áll derekáig az öblös üregben, csak hogy a rémes nyílásból a fejek kihajolnak. És nem tud dicsekedni hajó soha, hogy tovasiklott sértetlen mellette, de 6 feje húz ki 6 embert mindig hirtelenül a sötétkék orrú hajóból. Látszott egy másik, nem olyan nagy szírtet. Nem nagy a távolság köztük, nyilad is beröpülné. Rajta magas fügefát láthatsz, alatta szívja magába a szörnyű Karübdisz, az éjszínű tengert. 3-szor kiereszti naponta, de újra beszívja rémesen. Inkább Skylla felé igyekezz a hajóddal, evezz el gyorsan a szírtje alatt, mert több hasznú, ha a bárkán 6 társad gyászolsz majd, mint együtt valamennyit. Trinakié szigetére kerülsz most, Héliosznak nagy csordája legel földjén és nagyszerű nyája. 7 a tehén csorda, s 7 nyája van ott a juhoknak. Nem bántván ezeket, ha vigyázol visszautadra, akkor igen, hazaértek, bár keseregve, bajok közt. Hogyha pedig bántod, veszedelmet jósolok akkor embereidnek s bárkádnak. Te magad, ha megélsz is, társaid elvesztvén, haza későn, kínok után érsz. Odysseuszék útra kelnek, és rövidesen elérik a szirének szigetét. Igazán szomorú, de a szirének nem csinálnak semmit. Odysseusz megparancsolja a társainak, hogy őt magát kötözzék ki az árbóchoz, és amennyiben arra kérné őket, hogy oldozzák el, akkor kössék még szorosabbra. Sóhajtozva hajóztunk ekkor szűk szorosába. Innen a Skylla lesett, de amonnan a szörnyű Karübdisz. Arrafelé néztünk mindnyájon, félve a vésztől, és ez alatt Skylla kiragadta a görbe hajóból 6 társam, ki a legderekabb erejű evezős volt. Visszatekintve a fürge hajóra, s a társak után már csak kezüket meg a lábaikat láttam meg, amint fönt lengtek, s hívtak néven a társak engem amonnan, fájó szívvel, s akkor utolszor. Ő meg a nyílásnál fölfalta az ordítozókat, kik kezüket tárták kifelém a nehéz viadalban. Ez volt a legszörnyűbb mindközt, amit én a szememmel láttam, míg küszködve kutattam a tengeri ösvényt. Miután sikeresen elkerülték a Karübdiszt, és nagyjából sikeresen túlélték Skyllát, elérték Héliosz szigetét. Héliosznak rengeteg marhája volt. Odysseuszék egyetlen feladata az, hogy azokat a marhákat hagyják békén. Rajta azonban erős esküdt tegyetek nekem itt mind, hogyha tehéncsordára lelünk, vagy tán a juhoknak nagy nyájára, ki sem fog balgatag, ostoba fővel ölni le marhát vagy juhot, ám de egyétek az étket nyugton, amit nyújtott a haláltalan isteni Kirké. Miután megesküdtek, egy teljes hónapig vártak. A várakozás oka nem más, mint hogy Odysseusz számított valami égből kapott jelre.
Az útravaló, amit Kirkétől kaptak, az egy hónapot követően elfogyott. Ekkor történt az, hogy a társai elkezdtek panaszkodni. Mindenfajta halál iszonyú a szegény embernek, mégis a legcsúfosabb éhezve betölteni sorsunk. Hajtsuk el Héliosz legszebb marháit a rétről, s áldozzunk a nagy, égbe lakó örök isteni népnek. Hogyha elér csapatunk Itakába, az otthoni földre, dúsz szentélyt emelünk ott tüstént Héliosznak, és sok drága ajándékkal díszítjük a szentélyt. És ha a szép szavú marhákért megharagudva elsüllyesztene, jobb szeretem hullámot nyelve kiadni a lelkem, rögtön, mint a sivár szigeten senyvedni sokáig. Úgy gondolták, hogy sokkal rosszabb lenne éhen halni, mint sem belefulladni a tengerbe. A kívánságuk nem sokára teljesül, ugyanis Héliosz ekkor már tudta, hogy megették a marháit. Azon nyomban az Olimposzra ment, és eképpen beszélt. Zeus atya és boldog sosem úló égi lakók mind, büntesd embereit Odüsszeusznak, kik marháimat ölték meg nagyon elbizakodva. Válaszul így szólt erre a fellegtorlaszoló Zeus. Én ragyogó villámmal sújtom majd a hajójuk, és darabokra töröm közepében a borszínű árnak. Odüsszeuszék 6 napig lakomáztak, de feltűnt nekik, hogy a nyáson sütött marhák elkezdtek bőgni, tehát a 7. napon ismét tengerre szállnak. Amikor a szigettől már tekintélyes távolságra voltak, és maguk körül csak a tengert látták, Zeus felhőt küldött a hajójuk fölé, és egyetlen villámcsapással elpusztította. Megrendült a hajó, amikor Zeus mennyköve érte, megtelt kénfüsttel, kizuhantak a társak a vízbe. Barna hajón körül úszkáltak, mint tengeri varjak haptarajon. Hazatértüket így elorozta az Isten. Odüsszeuszt hajszál pontosan arra sodorja a tenger, amerről korábban az embereivel jöttek. Sikeresen túléli Karübdiszt, sikeresen túléli Szküllát, és végül 9 napi hánykódás után eléri Ógügyé szigetét, azon belül is Kalipszót. Miután a fajákokat lenyűgözte Odüsszeusz beszámolója, nyugovóra térnek, és másnap előkészülnek, hogy a vendéget hazavigyék Itakába. Odüsszeusz eképpen beszélt. Alkinosz, nagy uram, népednek legjelesebbje, küldjetek áldozván éppen haza, s áldjon az Isten. Találjam tiszta nevűnek otthon az asszonyomat, s épségben kedveseimmel. És ti megéljetek itt örömére a hitveseteknek, s gyermeketeknek mind, s Istentől szálljon a gazdag áldás rátok, a községtekre a baj sose sújtson. A fajákok az ígéretüknek eleget téve elviszik Odüsszeuszt Itakába, majd elindulnak haza. Azonban Poszeidón elkezdett panaszkodni Zeusnak, miszerint úgy volt, hogy Odüsszeusznak szenvednie kell, most meg teljesen boldog. Zeus azt mondja Poszeidónnak, hogy tegyen úgy, ahogy jónak látja. Kedvesem, úgy látom lelkemben a leghelyesebbnek, hogy mikor azt a hajót mind nézik a városi népek, éppen amint közeleg, változtass part közelében sziklává, de alakját hagyd meg, a földi lakók mind bámulják. Egy lánccal eképzárt körbe a várost. Hát mikor ezt hallotta a földrázója, Poszeidón, útnak eredt Szkériába, a faják nép szigetére. Ott várt, és befutott nem sokkal utána a bárka, gyorsan hajtották. De a földrázó odalépett, s kővé változtatta. Tenyérrel ütött a hajóra, ott az a mély vízben gyökeret vert, ő pedig eltűnt. Habár Odüsszeusz Itakában van, olyan régen nem látta, hogy egyszerűen nem ismeri fel. Mint oly sokszor, megjelenik előtte Athéné, és közli vele, hogy nem verték át, ez ténylegesen a hazája. Odüsszeusz első és legfontosabb kérdése az, hogy a kérőkkel vajon hogyan fog leszámolni. Pallas Athéné az elkövetkező harcokban természetesen segíteni fog neki, ketten együtt leülnek egy fához, és elkezdenek kieszelni egy tervet. Hajló tagjaidon szép bőröd megzsugorítom, szőke hajat se hagyom fejeden, rossz rongyot adok rád, melynek gazdáját mindenki utálja, ha ránéz. Megtöröm eddig olyan gyönyörű szemeid ragyogását, hogy nyomorúságosnak lássanak otthon a kérők, s hitvesed. Most te magad legelőször a kondáshoz eredj el, ő disznóidat őrzi, neked meg híved egészen. Végre tanácsok után szétváltak, s ment el Athéné Isten is párta felé, hazahívni fiát Odüsszeusznak.
Mint korábban említettem, Odysseus hűséges és hűtlen szolgáinak a sorsa megvan pecsételve. A kondás, aki ez Athéné elküldte, bizonyos Eumaios, a hűségesek egyike. Odysseus abszolút lenyűgözte, hogy a kondás mennyire tisztességes és vendégszerető. Lenyűgözte az is, hogy mennyire jól bánik a disznókkal. Mivel ő maga a cselekhez értő, ha már úgyis áruhában van, megkérdezte a kondást, hogy mit tud mondani a gazdájáról. Eumaios csupa jókat mond, de azt állítja, hogy fölösleges fecsérelni a szót, hiszen ha bár minden nap könyörög a hazatértéért, Odysseus már réges-régen halott. Kedvesem, ím tagadod, hogy visszajöhet. Sohasem jön többé meg, mondtad, mert lelked ilyen hitevesztett. Hát én nem csak amúgy mondom, hanem esküszöm is rá, hogy hazatér Odysseus. Tudja tehát meg Zeus legelőbb, meg a vendégasztal, amelyhez járulok itten. Minden aképpen lesz, ahogyan megmondom előre. Még ugyanebben az esztendőben megjön Odysseus. Majd mikor elfogy a hold, és kezd növekedni az új hold, akkoron ér haza, és bosszút áll mindazokon, kik sértegetik feleségét és fényes fiúsarját. Mindeközben Athéné megérkezik Spártába, és megsúgja Télemachosznak, hogy most már ideje hazatérnie. Elmondja neki továbbá azt is, hogy csapdába akarják csalni. Várnak a legderekabb kérők rád, főzik a tervet, és el akarnak emészteni, még mielőtt hazaérnél. Csak hogy nem hiszem én, hogy ez így lesz, mert közülük fog fedni a föld néhányat előbb ki a házad emészti. Vízbe fulló földnyelvéhez, ha elérsz Ithakának, küld város feletársaidat mind, vélük a bárkát, és te magad legelőször a kondáshoz eredj el. Ő disznóidat őrzi, neked meg híved egészen. Odysseus kitalálta, hogy ő maga elmegy a kérők közé, és ott fog koldulni. Erre a kondás azt feleli, hogy feltehetőleg megőrült, ugyanis soha nem engednének be oda egy koldust, ráadásul valószínűleg meg is ölnék. Amikor Télemachosz belépett a kondás házába, Eumaios azon nyomban elsírta magát, és úgy fogadta, mintha a saját fia volna. Tette mindezt Odysseus szeme láttára. Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, akkor Télemachosz kérdezte az isteni kondást. Honnan apó ez a vendég, mondd, Ithakába hajósok hogy hozták, s magukat kiknek vallják dicsekedve? Mert hisz, hogy gyalogért hozzánk ide, vélve se vélném. Eumaios elmondja, hogy a vendégük egy olyan férfi, aki nagyon sokat tűrt. Harcolt a trójai háborúban, rengeteg társát elvesztette, és most arra kényszerült, hogy koldusként éljen. Télemachosz elküldi Eumaiost, hogy Penelopét értesítse a hazatéréséről. Szólt és küldte a kondást, csak hogy Athéné látta, hogy Eumaios kondás odahagyja tanyáját, jött is hát közelebb. Viruló szép asszony alakban, mint nagy termetű nő, aki érti a nagyszerű munkát. És Odysseusnak tűnt fel a kunyhó ajtaja mellett. Télemachosz nem látta azonban, s észre se vette. Nem mindenki előtt jelenik meg nyíltan az Isten. Ám Odysseus s a kutyák látták. A kutyák nem ugatták, iszkoltak nyöszörögve. Athéné hozzá így szavakat szólt. Isteni sarj, leleményes Odysseus, mondd ki fiadnak a szót most már, sose rejtsed előle. Hogy kérők csapatának a vészt készítve menjetek el híres nevű városotokba. De én sem hagylak el immár hosszan, mert már vágyom a harcra. Athéné visszaváltoztatja Odysseust, és sok-sok keserves évet követően apa és fia ismételten találkoztak. Abban a pillanatban tervelni kezdik, hogy a kérőket hogyan tudnák megölni. Télemachosz elmondása szerint a kérők száma a szolgáikkal együtt több mint 100. Ők csak ketten vannak. Ami igazából teljesen lényegtelen, hiszen velük van Athéné, tehát érted? Odysseus elmondja a fiának a tervét. Menjen vissza a házukba, ő majd a kondással másnap fog megérkezni. Ismét koldus alakjában lesz, tehát ha a kérők bántják vagy kigúnyolják, azt a fiának el kell viselnie. Nem avatkozhat közbe. Ezen kívül a lelkére köti, hogy a kilétét még az anyja sem tudhatja meg. Amikor a kérők meghallják, hogy Télemachosz túlélte a neki készített csapdát, kitalálják, hogy öljék meg valahol a városon kívül. Azonban ekkor már ketté oszlanak. Vannak, akik támogatják a meggyilkolását, és vannak, akik ellenzik. Mindeközben Eumaios és Odysseus már úton voltak.
Útközben találkoztak egy kecskepásztorral, bizonyos Melanteusszal, aki az idős koldussal szemben rendkívül tiszteletlen volt. Ez majd mindjárt lényeges lesz. Amikor elérték Odysseus házát, a szeme sarkából megpillantotta egy nagyon régi barátját. S fölpillantva hegyezte fülét az amott heverő ebb, Argosz, amely Odysseusé volt, gazdája nevelte egykoron. Ám nem örült neki ő maga, mert hamarabb ment Szent Trójába. S az ifjak szokták vinni magukkal, űzni a vadkecskét, a nyulat, meg az őzet az erdőn. Most pedig ott nyúlt el, ki se gondolt rá, hisz a gazda elment. Kertajtó mellett, összvérnek, ökörnek bő trágyájában. Argosz, az ebb, hát tetvekkel tele nyúlt el a földön. S most meglátva, hogy ott van az ő közelében Odysseus, farkcsóválva tekintett rá, s a fülét lekonyítva. Arra azonban, hogy közelebb csúszhasson urához, nem volt benne erő. Argoszra halál éjszínű sorsa csapott le, rögtön, amint 20 év múltán meglátta Odysseust. Odysseus megtudja, hogy a kutyájának gondozása a cselédek feladata volt, akik egyszerűen nem törődtek vele. Odysseus cselédjeinek a sorsa néhány kivételével meg van pecsételve. És zsivajogtak a házban a kérők, csak hogy Athéné most közelébe megállt Odysseusnak, s küldte. A kérők köz könyörögjön sorba kenyérért, hogy megtudja, ki jóra való közülük, s ki a durva. S így sem védte meg egyiküket sem a csúnya haláltól. Mondanom sem kell, azok a kérők, akik Télemachosz meggyilkolását tervezték kétszer is, nem adtak Odysseusnak kenyeret. Ráadásul Antinosz, mindközül a legnyomorultabb, hozzávágott egy zsámolyt. S egyik a felhéjazó ifjak közt imigyen szólt. Antinosz, nem volt szép, hogy megdobtad a koldust. Mit tettél? Hát, hogyha egy égbeli isten a vándor. Mert hisz az istenek is járják sokféle alakban messze vidékről jött vándorként városainkat. S vizsgálják, kik a dőjfösek és kik a jóra igyekvők. Itt mindenképpen meg kell említenem a vendégjogot. Penelope tudja, hogy a házában bántottak egy vendéget. A vendégjog arról szól, hogy a házigazdának kötelessége biztonságban tartani a vendéget. Amennyiben ez nem történik meg, magára vonja az istenek haragját. Azonban Penelope nem tehet semmit, hiszen a kérők sokan vannak, ő pedig látszólag egyedül. Na most Itakába érkezik egy valódi koldus, bizonyos Árnajosz, becenevén Irosz, akinek az volt a terve, hogy Odysseust elűzi a saját házából. Csak hogy a szolgák őt felövezték mégis, erővel, bárhogy félt, minden tagján remegett is az izma. Vitték végre középre, kezét kivetette a kettő. Ekkor töprengett a sokat tűrt Odysseus. Sújtson-e rá, hogy amint elesik, kiszaladjon a lelke? Vagy szelidebben csak, hogy végig nyúljon a földön? Rövidre fogva a dolgot, Odysseus olyat lekevert Irosznak, hogy kis híján eltörte a nyakát. Időközben kapunk egy visszaemlékezést, mégpedig azt, hogy mik voltak Odysseus utolsó szavai a feleségéhez, mielőtt elhajóztak Trójába. Nem hiszem én, feleségem, hogy hazatér valamennyi akháj sértetlen a trójai síkról. Mert mondják, hogy a trójai férfiak értik a harcot szintén, és remek ífeszítők, deli dárdahajítók jól hágnak föl a száguldó szekerekre. S nem tudom így, hazajutta-e Isten, vagy pedig ottan Trója alatt esem el. De te itt mindenre vigyázz majd. Gondolj édesapámra, anyámra a házam ölében úgy, mint most, vagy még jobban, míg távol időzöm. És mikor azt látod, hogy pelyhesedik fiad álla, menj, akihez kívánsz feleségül, hagyd el a házad. Tehát Odysseus megengedte Penelope-nak, hogy amennyiben ő maga meghal, feltehetőleg, és Télemachosz férfivá lesz, akkor egészen nyugodtan házasodjon újra. Penelope ennek ellenére 20 évig kitartott. Itt nem arról van szó, hogy a kérők szegények lettek volna, vagy valami, tehát ha elhagyja Odysseust, legalább annyira jó élete lehetett volna, mint addig. Azt is megtudjuk, hogy Penelope hűsége nem terjedt át a szolgáló lányokra, ugyanis amíg a kérők Penelope döntését várták, a biológiai szükségleteiket a szolgálókkal kívánták kielégíteni. Most sem hagyta Athéné, hogy szűnjék meg a kérők lélekemésztő ócsárlása. Hatoljon a bántás még mélyebbre szívébe az isteni hős Odysseusnak. Erre a szárnyas termekölén zsivajogtak a kérők, s voltak így szólt köztük, a szomszédjára tekintve.
Jaj, csak pusztult volna előbb el máshol a vándor, még mielőtt ideért. Nem okozna ilyen csatazajt most. Koldusokon civakodva vitázunk, és lakománknak édessége is elvész így, mert győz a silányság. Miután ismételten meglakomáztak és kellően kicsúfolták őt, a kérők elmentek aludni. Odysseus jelez a fiának, és a házban található összes fegyvert elkezdik összegyűjteni. Télemachosz magához hívja Eurykleiát, a dajkát, és azt mondja neki, hogy a szolgálólányokat vigye el magával máshová, hogy ne vegyék észre, amíg ő és a koldus elpakolják a fegyvereket. Így szólt, és az anyó szava szárnyatlan maradott már. Mind elzárta a kényelmes termekben az ajtót. S fölszökkentek ők Odysseus s ragyogó fiúsarja, pajzsot, köldököset, sisakot, sok jóhegyű dárdát mind hordtak kifelé, s lépdelve előttük Athénévi taranyos mécset, gyönyörűvé tette a fényét. Odysseus elküldi a fiát aludni, hogy ő maga végre valahára beszélhessen a feleségével. Penelope korábban meghallotta, hogy a koldus tud valamit a férje hollétéről, tehát úgy döntött, hogy kikérdezi. Odysseus előadja a kedvenc műsorát, aminek értelmében megismeri a vendéglátót, mielőtt a vendéglátó megismerné őt. Mégis, szüntesd már zokogásod, a szómra figyelj csak, mert igazat mondok neked én, sose rejtem előled, hogy hallottam már hazatérőben van Odysseus, s itt a közelben él. Elvesztette azonban a kedves társakat és üreges bárkáját borszínű áron, mivel rá megharagudtak Zeus és Héliosz, mert ennek a barmai tették társai meg, s most mind odavesztek. Legmagasabb s legfőbb isten Zeus tudja először, s tűzhelye hős Odysseusnak, amelyhez most ideértem. Minden aképpen lesz, ahogy megmondom előre. Még ugyanebben az esztendőben megjön Odysseus, majd mikor elfogy a hold, és kezd növekedni az új hold. Penelope rendkívül boldog lett, továbbá lenyűgözte, hogy a koldus mennyire elmés. Szeretetének jeléül odahívja a dajkát, Eurykleiát, és megparancsolja neki, hogy a koldusnak mossa meg a lábát. Penelope kedvéért is lefüröztöm a lábad, és magamért is, mert sajnállak tiszta szívemből sok bajodért. S valamit még mondok, halld meg a szómat. Eddig is oly sok vándor jött vendégül a házba, s ennyire más a gazdámnak nem akadt közülük még. Termeted és hangod, meg a lábad, akár Odysseusé. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Kedves anyó, bizony ezt mondják, akik engem is, őt is láttak már, hogy erősen ütünk egymásra uraddal, mint ahogyan magad is mondod, bölcsen kijelented. Habár Athéné öreggé változtatta, nem teljesen. Odysseus lábán volt egy seb, amit fiatalkorában egy vaddisznótól kapott. Ez a seb annyira jellegzetes volt, hogy semmi mással nem lehetett összetéveszteni. Miközben Eurykleia mosta a lábát, ő sem tévesztette össze. Azon nyomban Penelopéhoz fordult, de Athéné közbelépett és megakadályozta a bajt. Ezt követően Odysseus megeskedte a dajkát, hogy megtartja a titkát. Kín lefeküdt az előcsarnokban a fényes Odysseus, és jöttek a nők a teremből, kik szerelemben a kérőkkel gyakran keveredtek. Jókedvük fennen ragyogott, s egymásra nevettek. Lelke fölindult most kedves kebelében a hősnek. Hosszan hányta vetette a lelkében, s a szívében. Roncson-e már rájuk, s a halált így ossza ki mindnek? Vagy még hagyja a dőfös kérőkkel lefeküdni egyszer, s legvégül, s ugatott mellében a szíve. Tűrtél már hajdan, te kutyábbat is ennél, aznap, hogy fölfalta a vad, fék nélküli küklopsz nagyszerű társaimat. De te tűrtél, noha hitted a véget. Odysseus azon tanakodik, hogy a kérők megölését követően mégis hová fog menekülni. Hiszen Ithaka és a környező szigetek összes nagyurának meggyilkolásáért valószínűleg jönni fog majd valamilyen ellencsapás. Arra kéri Athénét, hogy ezzel kapcsolatban segítsen majd neki. Reggel megérkeznek a kérők, illetve Odysseus egyik szolgálója, egy csordás, bizonyos Philoetios. Athéné azt találta ki, hogy a kérők meggyilkolásának a legegyszerűbb módja az lenne, ha Odysseus kapna egy kis előnyt. Tehát azt mondja Penelopénak, hogy rendezzen egy íjászversenyt. Ágaskodva emelte le végül az íjat a szögről, együtt fényes tokjával, mely jól borította. Ott azután le is ült, kedves térdére letette, éles hangon sírt,
így húzta elő ura íját. S hogy gyönyörére betelt már sok könnyű zokogással, visszaerett a nemes kérőkhöz a férfi terembe, vitte kezében a visszacsapó íjat, meg a tegzet, mely sírást okozó nyilvesszőkkel tele volt már. Hallgassátok a szóm, ti nemes kérők, kike háznak úgy neki estetek, eztek is, isztok is itten örökké, mert rég távol időzik a gazda. De mondani mást már nem tudok, sem egyéb ürügyet kitalálni, csak azt, hogy engem akartok mind elvenni hites feleségül. Rajta tehát kérők, ha ilyen díj tűnik elétek, isteni hős Odysseus íját versenyre bocsátom, mert aki legkönnyebben tudja fölajzani íját, s mind a 12 fejszefokán átlő a nyilával, majd ahhoz megyek én, elhagyva a hitvesi házat. Természetesen a kérők még odáig sem jutottak el, hogy az íjat sikeresen felajzák, nemhogy még lőjenek is vele. Mindeközben Odysseus azon volt, hogy felmérje a helyzetet. Együtt mentek most ketten kifelé a teremből, Csordás és Kondás, szolgái a hős Odysseusnak, és a nyomukba eredt a sokat tűrt isteni férfi. És amikor kívül jártak már udvaron, ajtón, akkor hozzájuk mézédes szókkal ekép szólt. Csordás és te kanász, megmondjam-e nektek a szómat, vagy pedig elrejtsem, de a lelkem szólani késztet. Harcolnátok-e érte, ha most valahonnan Odysseus hirtelen így megjönne, egy istenség hazahozná? Kit védelmeznétek, a kérőket vagy Odysseust? Lelketek és szívetek, mondjátok meg, hogyan érez. Eumájosz, a Kondás és Filoitiosz, a Csordás természetesen segítenek neki, ugyanis nem csak hogy hűségesek, de ráadásul szeretik is. Odysseus ekkor saját magát és a tervét is felfedi előttük. Hadd mondom ki, amit kebelemben sürget a lelkem. Hagyjátok nekem is megfognom a szép sima íjat, hogy veletek próbáljam erőm s a kezem? Van-e bennem még oly erő, mint hajlékony testemben a múltban, vagy már elsorvadt a bolyongásban s a nyomorban? Pontosan tudta, hogy a kérők számára megalázó lenne, ha egy koldussal versenyeznének. Azonban megjelenik Penelope. Azt állítja, hogy mivel már többször is meggyalázták a vendéget, miért ne engesztelhetnék ki azzal, hogy jóvá hagynak egy próbát. És Eumájosz az íjat vitte tovább a teremben, s hős Odysseusnak tette kezébe, megállva előtte. Majd odahívta Eurykleiát. Télemachosz kívánja, jól ácsolt kapuit, hogy zárjad el itt a teremnek. És ha a nők közül egy hal zajt ide bentről, férfiakét, zárt termünkből, kapuhoz ne szaladjon, csak végezze a munkáját némán, nyugalomban. Ez meg már forgatta az íjat, és föl alá forgatva figyelte. Körül tapogatta, Szú nem rágta-e még szaruját, míg távol időzött. Próbát tett azután jobb kézzel nyúlva a húrhoz. Fölzendült, s mint fecskéjé szép hangja olyan volt. Bosszankodtak a kérők szörnyen, mindnek a színe megsápadt. Örvendett ezután a sokat tűrt isteni férfi. Fogta a gyors nyilvesszőt, mely mellette kihúzva asztalon ott feküdött. Öblöstegezében a többi várt, de hamar meg kellett még ízlelniük azt is. Húrra helyezve rovátkáit most vonta magához, s még ugyanonnan a székből lőtte ki azt a nyilat. S egyetlen fejszefokát sem tévesztette elő, hanem átsuhogott valamennyi részterhes nyila. Miután Odysseus megnyerte az íjász versenyt, a fia Télemachosz már teljes fegyverzetben mellette állt. Rongyait elhajította a sok leleményű Odysseus, s nagy küszöbére szökelt, markolva az íjat, a tegzet, mely nyillal teli volt. Gyors vesszőit meg a földre szórta a lába elé, s kérők közepette ekép szólt. Ennek az áldatlan versenynek vége szakadt már. Most más célt keresek, mire ember még sose célzott. Hát, ha sikerre jutok, s diadalt ad nékem Apollón. A kérők megölése az kezdetben egy mészárlás. Odysseus kedvére lövöldözik, ugyanis mivel a házban található fegyvereket korábban már elzárták, a kérők nem tudtak mivel védekezni. A probléma csak annyi, hogy az egyik szolga megtudta a fegyverek hollétét és elárulta a kérőknek. Hej, ti kutyák, azt hittétek, hogy már sose térek Trója alól haza én. Hát így nyírtátok a házam, s feleségül akartátok feleségem. Nem féltétek az isteneket, kik az égbe lakoznak? Most a halálhálóját hurkolom én nyakatokra.
Odysseus természetesen nem egyedül harcol, vele van a fia Télemachos, a kondás Eumaios, illetve a csordás Philoetios is. Azonban akármennyire is elszántak, a kérők megtalálták a fegyvereket. Azonban tudni kell azt, hogy Athéné folyamatosan figyelte őket. Nincs meg a teljes erőd, Odysseus, a szíved sem olyan már, mint mikor szép Helenéért hosszú 9 évig verekedtél folyton a trósszal. Sok férfit döftél le a rémületes viadalban, és Priamosz várát a te terved vette be végül. Szólt, de bizony döntő győzelmet még nem adott ő, csak bátorságát s erejét próbálta ki ekkor bajnok Odysseusnak s Odysseus fejedelmi fiának. Ő maga fölröppent a terem kormos tetejére, s fecskemadárként ült le a füstbe futott a gerendán. Jóhegyű sokkelevész dobtak most újra a kérők, csak hogy a legtöbb láncsát félreütötte Athéné. S látta, hogy ott fekszik már mindjük a vérben, a porban, együtt szörnyű sokan, így omlottak a kérők ott egymás tetejébe. Télemachos, szólítsd be a dajkát, Eurykleiát, hadd mondok neki már egy szót, ami nyomja a lelkem. Odysseus megkéri a dajkát, hogy a hűtlen szolgálólányokat vezesse oda. Először megparancsolja nekik, hogy takarítsák ki a házát, és szedjék össze a hullákat. És legelőször az elhultak tetemét hordták ki, s elkerített udvar szép tornácán letették, egymásnak tetejébe, ahogy kijelölte Odysseus ő maga. Sürgetvén hordták hát kényszerűségből. És azután a nagyon szép székeket és a sok asztalt sorban megmosták vízzel, lukacsos szivacsokkal. És miután már mindent elrendeztek a házban, hajtották ki a szolgálókat udvari szépkerítés meg a félszer közti darabra, egy szegletbe, ahonnan nem volt semmi menekvés. Köztük a jóeszű Télemachos kezdett a beszédbe. Hát tisztességes véggel vegyem én el a lelkük. Nékik, kik szégyen zúdítottak mind a fejemre, s édesanyámra is, és kérőkkel háltak a házban. Mintha a széles szárnyú rigók vagy a gyenge galambok hullnak a törbe, így egymás mellett a fejükkel fügtek a lányok, hurkokkal nyakukon, hogy vesszenek el nyomorultul. Lábukkal még rángtak. Nem sokat, egy kicsikét csak. Ha még emlékszünk, volt egy kecskepásztor, bizonyos Melanteus, aki Odysseusszal szemben különösen tiszteletlen volt. Nem mellesleg ő volt az is, aki a fegyverek hollétét elárulta a kérőknek. Melanteus büntetése az úgy nézett ki, hogy az orrát és mindkét fülét levágták, kitépték a nemi szervét és minden végtagját darabokra törték. Eurykleia felkereste Penelopét, és értesítette, hogy 20 év után hazatért a férje. Penelopé lelkiállapota ezen a ponton borzasztó. Úgy gondolja, hogy a dajka megőrült, és az ő férje már egészen biztosan halott. A dajka elmondja neki, hogy látta a sebb helyet, aztán megemlíti neki, hogy a kérők mindegy szálig halottak. Végtére is Penelopé magához hívja, és az első dolga az, hogy leteszteli a férfit. Azt mondja neki, hogy amennyiben szeretne pihenni, egészen nyugodtan megteheti. Ráadásul a saját ágyában, amit nem régiben kivittek a hálószobából. Erre Odysseus közli vele, hogy azt az ágyat bizony senki nem mozdíthatta el, ugyanis az ágy alapja egy gyökere teresztett fa. Szólt, mire Penelope kedves szíve térde elernyett, mert mikről Odysseus szólt, ráismert a jelekre. Könnyeket ontva szaladt hozzá, a nyakába vetette két karját, s csókolt a fejét, ezt mondta urának. Ne neheztelj rám, Odysseus, ki a földi lakók közt úgyis a legbölcsebb vagy. Ránk mérték a siralmat isteneink, irigyelték, hogy mi az ifjúkorunknak együtt törvendjünk, s akkor küszöbére így érjünk. Na most Odysseus elmeséli a feleségének, hogy találkozott a tébai jóssal, és elmondja azt is, hogy mi volt a mondandója. Mint említettem, Teiresziász proféciájának a maradék része az Odüsszeiában nem fog beteljesülni. Szóval másnap reggel Odysseus elindult, hogy meglátogassa az apját. A feleségével közli, hogy a kérők megölését mostanra már feltehetőleg mindenki tudja, tehát húzódjon vissza a házba és ne fogadjon látogatót. Szólt, azután fegyvereit vállára csatolta, fölkeltette fiát, a gulyást és vélük a kondást. Elrendelte, ragadjanak ők is erős hadifegyvert. Már az egész földön fény járt, hanem őket Athéné éjbe takarva a városból sebesen kivezette.
Az utolsó ének az Hádész birodalmában kezdődik, és összességében azt kell tudni, hogy meglehetősen furcsa. A 24. ének legfontosabb érdekessége az Achilleus temetése. Hogy miért éppen az, fogalmam sincs, viszont érdemes beleolvasni. És miután Héfaisztosz szent üze már elemésztett, hószínű csontod, Achilleus, reggel fölszedegettük mind. Anyád megadott egy drága aranykorsót, Dionysos szép adományát, mint mondotta, s a nagy hírű Héfaisztosz kezeművét. Ott feküszik te fehér csontod most, fényes Achilleus benne, Menoitiád és Patroklosz csontjai közt mind. S csontjaitokra magas, hiba nélküli halmot emeltünk. Ott, hol a part belenyúlik a sík Hellészpontoszba. Távoli vízről is hadd lássák már a hajósok, mind aki most ott jár, s aki még ezután születik csak. Holtar után sem enyészettel neved így, Achilleus, de minden nép közt örökké él. Amikor Odysseus meglátta az apját, felmerült benne három lehetőség. Vagy megöleli, vagy megcsókolja, vagy próbára teszi. Mivel Odysseusról beszélünk, természetesen próbára tette. Viszont 20 év után a saját apjával szemben egyszerűen megadta magát. Így szóltak ketten, s indultak a szép kicsi házba. És hogy a kényelmes háznak küszöbére kerültek, ott lelték már Télemachost, a gulyást, meg a kondást. Hát így foglalatoskodtak lakomával a házban, s addig a kósza beszéd végigjárt fürgekövetként városukon, hírül adva a kérők csúnya halálát. A meggyilkolt kérők rokonai egybegyűltek, és kitalálták, hogy Odysseust még azelőtt kell megölni, hogy esélye lenne a menekülésre. S Zeus Kronionhoz ekép szólt ekkor Pallas Athéné. Mit is rejt bévül az elméd? Folytatod-e a goromba csatát iszonyú hadizajjal, vagy mindkettő közt a szövetséget kötöd-e most? Erre a fellegtorlaszoló Zeus válaszol így szólt. Most, miután bosszút állt már ez az isteni férfi, kössön mind békét, s legyen ő a király ezután is, és mi örök feledést borítunk a fiak s a fivérek elpusztítására. Szerethessék ezután is egymást, mint ezelőtt, bőség és béke viruljon. Szólt, buzdítva a már rég elszánt Pallas Athénét, s útnak eredtez olümposzi csúcsról alászökkenve. Estek első soraiknak Odysseus és Deli sarja, s tán valamennyien elhulnak, s haza nem kerül egy sem, hogyha Athéné, pajstartó Zeus atya lánya, meg nem szól a lekép, és vissza nem inti a népet. Jó Itaka beliek, hagyjátok a háborúságot, ezt a gonosz viadalt, vér nélkül jöjjön a döntés. S most Odysseushoz szólt a bagolyszemű Pallas Athéné. Isteni sarj, leleményes Odysseus, már ne tovább! Szüntesd mérgét a közös viadalnak, meg ne nehezteljen rád Zeus, az a messzire dörgő. Mondta Athéné, s ő így tett, lelkében örömmel. És ezután szent békekötés szerzett a hadak közt Pallas Athéné, pajstartó Zeus atya lánya. Ez volt az Odüsszeia vége. Na most, még mielőtt elmondanám a személyes véleményem, mindenképpen lényeges, hogy az ókorra és az ókori Görögországra való tekintettel az Odüsszeia egy mestermű. Az ókorban konkrétan háborúk kezdődtek, vagy értek véget attól függően, hogy mit mondtak a jósok. Az ókori görögök úgy gondolták, hogy az életük minden létező aspektusát az istenek befolyásolják. Magyarán Odysseus történetében az istenek folyamatos jelenléte, illetve az egész háború isteni lezárása az pontosan az, amit akkoriban helyesnek ítéltek. Ennek tudatában nem térek ki arra, hogy Odysseus a történet folyamatosan lehetetlen helyzetek elé állítja, amiknek a megoldásához pusztán annyit kell tennie, hogy előveszi a saját Joker kártyáját. Bízom benne, hogy senki nem fogja az életét az alapján eltervezni, hogyha majd lesz egy probléma, akkor Pallas Athéné megoldja. Ezen kívül, habár ez a történet az Iliász folytatása, a kettő mű között található egy hatalmas szakadék. Az Iliászban Homérosz nagyon szépen felvázolta, hogy ahány ember, annyiféle motiváció. Agamemnon azon volt, hogy növelje a hatalmát. Achilleus azon volt, hogy halhatatlanná váljon. Hektor azon volt, hogy megvédje a hazáját. Teljesen mindegy, hogy te kinek adtál igazságot, mindenképpen találtál legalább egy embert, akinek a motivációjával képes voltál azonosulni. Ezzel szemben az Odüsszeia az egész történetet egyetlen egy ember köré szövi, akinek az egész jelleme a legjobb esetben is kérdőjeles.
Mivel ténylegesen kíváncsi vagyok, szerinted rendben van-e az, hogy az Odüsszeiában folyamatosan bosszút állnak valakin? Pozitívumként Penelopét mindenképpen érdemes kiemelni, ugyanis az ő 20 évig tartó várakozása az rendkívül tiszteletre méltó. Ezzel szemben a főhősünk története úgy szól, hogy habár a felesége a holtáig hűséges hozzá, ő az első adandó alkalommal hűtlen lesz. Odüsszeusz egész karaktere arról szól, hogy rendkívül ravasz. Ezzel szemben, amikor a történet úgy dönt, hogy prezentálja a felesége megcsalásának lehetőségét, meg sem fordul a fejében, hogy keressen valami alternatívát. De ez még csak a jéghegy csúcsa. Odüsszeusz karakterének mondani valója nem lenne túlságosan problémás, ha lenne egy kis kárpótlás. Az Iliászban említettem, hogy oldalakon keresztül dicsőíti a barátságot, a testvériességet, az önfeláldozást és a tisztességet. Kitünteti a jóságot és felelősségre vonja a gonoszságot. Az Odüsszeiában a fajákok voltak azok, akik bármilyen ellenszolgáltatás vagy bármilyen hátsó szándék nélkül úgy döntöttek, hogy Odüsszeuszt megmentik. Ápolják, etetik, itatják, majd sikeresen hazajuttatják. A fajákok jóságát a történet azzal jutalmazza meg, hogy Poszeidón az egész hajójukat a teljes legénységgel együtt kővé változtatta. Hogy így érted? Összességében az Odüsszeia az ókori gondolkodás szempontjából abszolút fantasztikus. Azonban a korunkbeli hallgatóság ösztönzésének szempontjából véleményem szerint kérdőjeles. Szóval ez lett volna az Odüsszeia, a nyugati irodalom másik alappillérének története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!